Dráma van, dráma van! Iko, elszakadt expandem! Morning Show! Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show! Ez itt a Best of Morning Show. Felejtsétek el az autózást, ezt ugye mondtuk mi is, megmondta mindenki, hogy a ugyan pesti rész, de az mindig áthat Budára is. Meg Budán most egyébként is van baj. Igen, és ebben a sávban esik most az eső az ország, illetve a hó az országban. Hó esik most? Hó. Most nem, már csak ilyen havas eső, hó? Itt. Hát Lőrincen például hó esik. Ja, ne haragudj, hát a Lőrinciek mindig a jobbat kapják. Tudom, hogy jó az a szemüveg, Feri, de azért mindenhol nem látsz el. Ez így igaz. Itt az ülőjút, persze itt eső esik, de ott Lőrincen, érted? A Himalája lábánál, az Alpok bejáratánál, az Ardennek alatt, érted? Hát ott megértem. Itt van a Szent Laurence Yeti otthonában. Az Atlas hegység indulásánál és startvonalánál persze, hogy hó esik. Na, gyerekek, annyi költői kérdést tettünk fel itt az elmúlt egy órában Merkel látogatásával például, kapcsolatban. Például, kinek a szobra látható a Magyar Nemzeti Múzeum előtt. Például. Az is egy költői kérdés. Az is egy költői kérdés volt. Felhívjuk Tarjányi Pétert. És rengeteg olyan dolgot megkérdezünk tőle, ami laikus kérdés, ugyanakkor szerintem sok mindenkinek eszébe jut. Az útvonallal, a merényletekkel, az ételkóstolással, a biztonsággal kapcsolatban, amit ugye nem tudunk. És hát a pisilés. De akár legyen szó tényleg egy egyszerű pisilésről, hogy megállhat-e Merkel néni pisilni egyet valahol, ha úgy szeretne, vagy pedig valaki ezt megtiltja neki. Ki a főnök, nem? Nem okoz-e zavart a neve? Miért állunk meg? Merkel. Igen? Köszönjük. Jó, hogy 4000-szer sütöttük el eddig ez, igen. De nyomjuk, és még bele fog férni szerintem 10-ig egy párszor. Itt van velünk Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő. Hello Péter, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt! Na, hát nem tudom, hallottad-e az elmúlt egy órát, de tele vagyunk kérdésekkel. Úristen! Na, figyelek. Például, amikor ők jönnek befelé Ferihegyről, akkor a konvojban az autók kommunikálnak egymással, gondolom én. Nem? Ott is van egy vezetőautó, aki a főnök. Hát nem, van egy felvezető, előfutó, igazán ez az autó, ami szól a többieknek, hogy azzal, hogy a terveknek megfelelően kidolgozták, jó az útvonal, tehát mehetnek, vagy nem mehetnek, illetve hát a konvojon belül is van egy parancsnoki kocsi, ami irányítja az összes többi autónak a tevékenységét, illetve van egy olyan autó, ami a kommunikációért felel, hogyha nagyobb delegáció, tehát kiemelt vezetőről, például az Egyesült Államok elnökéről beszélünk, az autók között van olyan, ahol egy ütközőcsoport tartózkodik, van olyan, amelyik közvetlenül az elnöki géppel, illetve műholdas kommunikációval foglalkozik. Tehát azért ez egy eléggé bonyolult helyzet, és rengeteg autó. Tehát tényleg van olyan kocsi a csapatban, aki, hogyha itt az Üllőin, a Nagyváradtérnél keresztbe áll előtte egy 1-2-es Lada, akkor az minden további nélkül keresztül fog rajta gázolni? Hát ez nem fordulhat elő, hiszen le van zárva az egész útszakasz. Tételezzük fel, hogy kijátsza a rendőri kordont. De nem tudja kijátszani a rendőri kordont, mert hogyha ezt megteszi, akkor, illetve hogyha megtenné, akkor az előfutó azonnal egy olyan terv szerint jár el, amiben adott esetben el tudják vinni más irányba, vagy adott esetben ki tudják kerülni. Tehát az első autó a vezér mindig, és őt követi a többi? Nem. Mondom, felvezető autóval van szó. A felvezető autó az adott esetben fél kilométerrel, vagy akár 1 kilométerrel előrébb is járhat, illetve vannak motoros előfutók is. Tehát azért az, hogy egy 1002-es Lada egyszer csak becsapódjon jobbról vagy balról, ez azért elég kevés. Olyan van-e például, hogy megy a 4 lesőt autó, de az egyikben sincs ott az illető. És valahol egy Fiat Multiplába egyébként a Soroksári úton zögykülődik befelé, és mondják, hogy elnézést, Tényleg elindult az agyatok ma reggel. Csak kérdezem, hát ha valaki lőni akar egy tetőből, mondjuk nyilván Budapest nem ilyen hely, de hát akkor ott kiemelten a 4 fekete autót látja. Általában védett vezetőhöz kapcsolódóan ez a fajta trükk nincs meg, de volt olyan tanúvédelmi történet az elmúlt 25 évben itthon, ahol például ez a trükk azért előkerült. Hogy ment a konvoj, és közben ő valahol És ő közben máshol volt, de mondom, ez nem politikushoz, hanem például a tanúvédelmi programhoz kapcsolódóan előfordul. Ki a főnök ilyenkor? Tehát ha Merkelnek eszébe jut valami, hogy ő valahol megállna, tudom, hogy keveset improvizálnak, nyilván teljesen direkt teszem fel ezeket a kérdéseket, vagy pisilnie kell, vagy ő azt mondja mondjuk a piros lámpánál, hogy álljunk meg, baj van, nem érünk ki a reptére. Vagy vannak ő a rokonai Béla telepen Lőrincen. Igen, és hát, pont ott van a Gyömrői mellett, jobbra. Mondjuk ő is ember, és bemenne pisilni. Akkor van, aki őt felülbírálja, vagy mégiscsak ő a kancellár, hát ő dönti el, hogy mit szeretne, ilyenkor a csapat alkalmazkodik, és biztosítja mondjuk a gyors éttermet, ha mondjuk a Merkel be akar menni, ne adj Isten. Hát ezt azért bontsuk ketté, tehát van az egyik, amikor tényleg ki akar pattani, mert hogy például Gorbaccsov annak idején az Egyesült Államokon kiugrott az egyik útkereszteződésbe, és elkezdett beszélgetni az emberekkel, tehát van ilyen spontán megnyilvánulás, ez a biztonsági személyzetnek a rémálom, mert hogy előtte van egy egyeztetés, és azért a politikusok, főleg a top politikusok a mindennapokban hozzászoknak ahhoz, hogy őket védik. Tehát ilyen szempontból nem ők a főnökök, és nyilván van az, amikor valamilyen fajta biológiai szükséglet van, tehát tényleg pisilni kell. Nos, hát nyilván, hogyha egy hosszabb útról van szó, és nem arról, hogy most Ferihegyről be kell érni a parlamenthez, mert ezt higgyétek el, a mindennapokban lehet, hogy egy fél óra vagy 40 perc, ennek a konvojnak maximum szerintem egy 6-8 perces út lesz. Na jó, hát tehát... meg van fázva szegény. Aha, tehát nyilván nem órákat kell állni a dugóban, nincs piros lámpa, persze. Tehát, visszatartja, hát most nagyon egyszerűen, tehát pontosan tudja azt, hogy a biztonsági személyzetnek az a legrosszabb, hogyha hirtelenül közül, hogy na most akkor itt a sarki McDonald'sba álljunk meg, és én most itt kipattanok, de egyébként, hogyha ilyen dolog előfordulna, és tényleg valamilyen fajta betegség miatt, tehát ebben az esetben rugalmas azért a biztonsági személyzet, akkor meg fognak állni, lebiztosítják a helyszínt, bemegy pisil egyet, és utána mennek tovább. De ilyen nem szokott előfordulni, mert egyébként úgy vannak a helyszínek összerakva, és ennek is van egy üteme, most furcsa, amit mondok, de tényleg így van, hogy azért távolságok oldaláról nagyon-nagyon ritka az, hogy 1-1,5 óránál hosszabb utat tegyen meg egy védett vezető. Meg bírja ki. Hát így van, tehát azért mondom, hogy tehát egyébként kibírja, tehát ezzel nincsen probléma a testőrök oldaláról, mert hát azért róluk is beszéljünk. Ha náluk van ilyen, hát mivel csoportban dolgoznak, ezt meg tudják oldani, tehát a parancsnok le tudja váltani azt, míg valaki az egyik helyszínen elmegy pisil egyet, és utána visszajön a többiekhez, de általában egyébként ez problémás, a testőrök például nagyon-nagyon keveset isznak, tehát alig isznak folyadékot. De a politikus dönt, tehát ő a főnök, tehát olyan nincs, hogy valaki őt fölülbírálja. Még a legközelebb álló ember sem hozzá. Nyilván figyelembe veszi a biztonsági személyzetnek a kéréseit, de hogyha olyan van, tehát még egyszer mondom, például Gorbacsovnál is, ő megállt és egyszerűen kipattant, hát nyilván itt beleőszül egy pillanatra a biztonságáért felelős főnök, de meg fogják oldani, tehát nem, de előtte azért ez végig van egyeztetve, tehát ez egy kicsit ilyen húz meg, erez meg, tehát a két fél egyeztet mindig folyamatosan, aztán nyilván, hogyha van egy olyan helyzet, mert tényleg van egy nagy tömeg, nagyon szimpatikusak, a politikusokról beszélünk, tehát mit tudom, látszódik az, hogy rengeteg tévétársaságot van, vagy egyszerűen adja a helyzet magát, és a politikus dönt, akkor nyilván ehhez a biztonsági személyzetnek valamilyen szinten alkalmazkodni. Vagy mint annak idején ifjabb Bush, ugye meglátott egy szép pillangot, akkor kiugrott az autóból, hogy elkap. Nem volt egyszerűen. Ki a legbiztosítottabb személy, vagy ki a legjobban védett ember? Van ilyen, hogy ma a világon a legjobban védett, mint a Putyin, vagy az Obama? Tehát kire vigyáznak a legjobban? Jól mondod, tehát leginkább ők. Tehát az Egyesült Államok elnöke, az orosz elnök, a pápa, tehát a katolikus egyházfeje, az izraeli miniszterelnök, tehát ez az a kör. Tehát most az, hogy ki a legjobban biztosított, nyilván ebben nem lehet egy ilyen listát összeállítani, ők azok, akik az élbolyban. Van olyan, aki feltűnően sokat improzik? Tehát akiről tudjátok, vagy tudja a szakma is, hogy ő azért úgy szeret megállni, szeret beszélgetni, szeret odalépni emberekhez, szeret a tömegben egyszer csak váratlan dolgot csinálni, tehát aki kifejezetten ilyen? Hát az én életemben, aki sok őszhajszálat összehozott, az a Dalai Láma volt annak idején, a 90-es évek elején, amikor itt volt. Ő nagyon szeretett annak idején improvizálni, tehát ő húzkodta. Neki nagyon tetszett az, hogy az autóba gombnyomással le lehetett húzni az ablakokat, úgyhogy ő percenként így nyomkodta. Aztán akkor volt egy olyan szokása, hogy megtréfált az embereket, mert ő szeretett bújócskázni, és azért úgy az embert leveri a víz, amikor belépsz a szobába, és mondod meg a véletét. Hol a láma? Mondjuk ez bentül egy dobozba, vagy egy ládába bent fekszik. Vannak ilyenek, ilyen trükkök, meg ilyen helyzetek, de nyilván azért egy bizonyos idő után, amikor védik az embert, akkor hozzászokik ahhoz, hogy tényleg van egy olyan csapat, akik az ő biztonságára felügyelnek, és az ő munkájukat azért minimum illik segíteni. Figyelj, most hadd kérdezek egy teljesen abszurdat, de tényleg csak azt, az a jó. Hogy előfordulhat például, amikor a dalai lámát védtétek, hogy néhány testőr lámának öltözött? Nem. Csak azért, hogy azért ott tudjanak lenni feltűnésmentesen, hát ugye kopaszak általában, tehát hogy ez még így bele is fér, felvették a kis kicsit. Nagy az izomzat. Igen, tehát hogy kicsit tagba szakadtabbak. Ki a kakondajást, tudod? És ott áll két-három-négy ilyen 190 magas, 120 kilós. Nagy, nem, ez is egy sztereotípia, amit mondasz, mert egyébként a biztonsági csapatok, tehát nem egy csapatról beszélünk, hanem csapatokról. Tehát az, akit te látsz, általában a védett vezető mellett egy-két olyan ember, és akkor lehetséges, hogy az igaz, hogy egy kicsit nagyobb darab, vagy nagyobb termetű. Nyilván azért, mert ő az, aki a saját testével védi egyébként a vezetőt. Tehát egy ilyen golyófogó is egyben? Leginkább az. Tehát mindenki azt hiszi, hogy a testőrök, tehát jön egy támadás, és akkor a testőrök elkezdenek össze-vissza lövöldözni. Most a szakma pontosan tudja, hogy a legfontosabb a menekítés. Tehát, és ekközben, hogyha a testőröket eltalálják, ez a szakmával együtt jár. Ilyenkor hova viszik? Tehát van egy lepróbált védett útvonal nyilván, de hogy ilyenkor mondjuk ott marad a parlamentben, azonnal irány a repülőt, és nem kérdeznek semmit, elreptetik az országból. Tehát itt valami félbolond elkezdene egy fegyverrel hadonászni, és a levegőben lőnek kettőt, akkor a Merkelt hova viszik ilyenkor? Tehát több ilyen menekülési útvonal van. Nem mindig egyébként az, hogy rögtön kimenekítik az országból. Tehát most gondold el, hogy történik egy betelefonálás, vagy történik valami atrocitás mondjuk a Kossuth téren, és szegény éppen a bevezető mondat után, és egyszer csak leragadják. És viszik a repülőt. És már repül is el Magyarországról. Tehát ez azért úgy a fantasztikus film kategória. És utána megkérdezik egymást, hogy te hova ment ez a gép? Igen. Föltettük egy Vizer-Burgász járatra, tudod, Törökországban. Igen, tehát hogy ez azért nem így van, tehát általában ahol a helyszín van, tehát az objektum, azon belül is van egy vagy több olyan védett helység, védett szoba, ahova elviszik, és hát nyilván, hogyha kiderül, hogy elmúlt a baj, vagy vakriasztás volt, akkor nyilván a tárgyalásoknak folynia kell tovább. Tehát itt igazán nem a biztosítás a lényeg, és nem a show a lényeg, hanem az, hogy ő tényleg valamilyen fajta szakmai okok miatt idejött, és nyilván a német és a magyar kormány valamilyen dolgokról tárgyal, és ez egy munka. Ezt a munkát kell rengeteg embernek, protokollosoknak, biztonságiaknak, akik az élelmezésért felelősek, mindenkinek biztosítania. És amikor ők dolgoznak, eközben nyilván vannak olyan protokollok, ami egy támadás esetén végrehajtandó. De ja, a legextrémebb az, hogy őt hirtelen elragadják és elviszik az országba. Ha már az élelmezést említetted, van-e előkóstoló, vagy nincs? Hát, tudtam, hogy ez lesz a kérdés. Hát de bármikor érted valami. Illetve hogy zajlik, hogy tényleg igaz, hogy négykézláb mászkál valaki az asztalat, feldugja a mutatóját, belenyom, és aztán tovább megy. Van, nyugodtan legyenek, minden rendben, nagyon finom. Ne, azt még nem kóstoltam meg! Igen, és a politikusok azok, akik ilyenkor rácsapnak arra a kézre, aki belenyúl a tányérjukba. Nem, tehát nem így működik, tehát ez az előkóstolós történet. Egyik oldalról igaz, a másik oldalról nem. Tehát, hogy nem úgy történik, mint több száz évvel ezelőtt, hogy van egy apród, aki oda megy, és mint a Merkel előtt megkóstol mindent, majd azt várják, hogy hol tartja össze. Tehát, hanem vannak olyan, hát ilyen gyors tesztek, nem tudom másként mondani. Tehát igen, van olyan szervezet, aki figyeli az élelmezést, itt elsősorban az alapanyagokat, tehát az, hogy honnan vásárolnak, milyen alapanyagokat hoztak, úgy van összeállítva a menü egyébként, hogy abban egyszerűen lehessen megtalálni, hogyha valami mérgezésre utaló dolog lenne. Tehát most például mondok valamit, nagy valószínűséggel sushi, vagy valamilyen egyéb ilyen japán étel különlegesség nem fog föltűnni az étlapon, tehát az alapanyagokat vizsgálják, mindenből mintákat vesznek, ezeket a mintákat ilyen gyors szkennerek, tehát most ilyen kézi készülékek, most így a hallgatóknak, hogy mondjam, így egyszerűen, tehát ezek tesztelik, hogy érzékelik, tehát ezek ilyen érzékelő berendezések, és hát nyilván ez az előkóstolás, tehát nem arról van szó, hogy ott állnak emberek és beleesnek. Olyan barna, többen kérdezik, hogy van valakinek hasonmása? Tehát, hogy jön egy Ál Merkel, igazgatja a parókáját. És, például és... az a lány, akit ugye ezen a nudista strandon lefotóztak, és vele azonosítottak. 60-as évekből. Igen. Vagy ez elképzelhetetlen, hogy legyen alter ego. Európában elképzelhetetlen. Egyes afrikai országokban illetve Ázsiában vannak, és ez elsősorban ilyen diktatúrákban szokás. Tehát például Saddam Hussein kapcsán most már bizonyított tény, hogy neki volt hasonmása. Ez nagyon komoly. Teljesen komoly. Betegek egyébként, nem? Nyilván a merénylettől való félelem miatt egyszerűen nem mer kiállni, nem? És elküldik a hasonmát. Nyilván, tehát ott azért most szépen fogalmazok, kockázatanalízist végeztek folyamatosan az ottani iraki titkosszolgák, és nyilván tudták, hogy nem szeretik. És olyankor a biztonságiak tudják, hogy ő nem az elnök, hanem a hasonmás? Szóval mindegy, tudod, ez nem a főnök. Ugorj, dehogy ugrom. Elég lesz a riasztólőszer is, ez a kamu. Természetesen tudják, tehát illetve tudták akkoriban. Egyébként nem csak az elnöknek, hanem a családtag, tehát ugye neki két fia volt a fiúkhoz kapcsolódóan. De amikor nagy tömegben beszédet mond a Merkel vagy bárki, akkor hogy szűrik ki azt, hogy valaki ott a tömegben csak ne ragadjon fegyvert? Tehát állnak a testőrök napszemekben, nagyon figyelnek, ott mondjuk 6000 ember kint a téren, nyilván irreális mind a 6000 embert átvizsgálni, hogy azért azt laikusként nézve az egy komoly kockázatot rejt, hogy egyszer csak ott valaki fegyvert ránt. Mégis sokszor tartanak ilyen tereken beszédeket. Ettől nem félnek, hogy ott valaki egyszer csak megőrül? Nyilván van ilyenfajta félelem, de erre megvannak a megfelelő szakmai módszerek. Tehát az, hogy a térre csak úgy betévedjen egy fegyveres. Ha megnézitek egyébként, ha nagyon-nagyon kockázatos dologról van szó, akkor már a térre úgy lehet bejutni, hogy ott valamilyen fajta ruházat ellenőrzés vagy kapukon jutnak keresztül. Aztán nyilván vannak nagy politikai gyűlések, ahol ezt nem lehet megoldani. Nem tudok más mondani nektek, mint azt, hogy ha ebben a szakmában dolgoznátok, ezt higgyétek el, hogy egy bizonyos idő után lesz egy, nem tudom, 6., 7., 12. érzéketek, és azok a biztonsági emberek, akik ténylegesen így a top vezetők mellett vannak, ki fogják szúrni, ki tudják szúrni azt az embert, aki a közvetlen közelben támadási szándékkal megjelenik. Tehát ez a szakmának, hogy mondjam, a csúcsa, amikor ez a fajta intuitív tudás megjelenik. Figyelj, most kérdezek egy olyan abszurdat, hogy erre tényleg nem vagy felkészülve. Hajrá, figyelek! Hogy amikor például odafigyeltek arra, hogy kik lehetek a potenciális elkövetők, odafigyeltek a politikusokra is? Mármint, hogy a másik persze, azokra a politikusokra, akik mit tudom én vendégként vagy vannak. Hogy... Tényleg elég abszurd, hogy a török külügyminiszter leszúrja a német kancellárt, ritkábban ne, történik ilyen. Ha nem is a top vezetőkre kell ilyenkor gondolni, de nyilván az ördög nem alszik. Az is egy rémálom, tehát ilyen is volt, és ilyen is van, amikor több delegáció fut össze, vagy ne adj Isten, mondjuk van egy olyan értekezlet, vagy valami nagy gyűlés, ahol nem baráti országok vezetői futnak össze, és hát olyankor azért a biztonsági személyzetek egymást eléggé furcsán nézik, és hát általában a fogadó ország biztonsági személyzete, meg a másik két ország, akik nem szeretik egymást, biztonsági személyzetét. Tehát méregetik egymást. Igen, mindenki méreget mindenkit, tehát nyilván ennek is megvan a protokollja, és ilyenkor a biztonsági emberek figyelnek azért, ha nem is a top politikusa, tehát az elképzelhetetlen, hogy mondjuk a másik miniszterelnök odalépjen és lekeverjen. Hát nem is miniszterelnök, de ezt hogy megnéznétek mi? Tehát nyilván, de a nem top diplomaták között, tehát például egy nagykövet vagy egy követségi tanácsos, tehát őket azért figyelik. Tarlós István berohan, és a fővárosért! és két vízzel teli lufival támad. Az ittalvás az bonyolultabb? Tehát áll egy testőr tényleg az ajtó előtt, amikor mondjuk már kell, mint itt aludna, akkor be tudjon rontani, és a szegény hálóinges Merkel ott rátörje az ajtót, miközben csak egy krimit néz, és valaki sikít a tévében, akkor tényleg áll valaki az ajtó előtt, mint hogy a filmekben látjuk, és szegény Merkel azt mondja, hogy hálóinkben nézi a több mint testőrt, és valaki ott üvölt egyet, beront a testőr, vagy nincs senki az ajtó előtt, vagy a szobában van valaki. Tehát, ez változó. Általában ugye ez nem egy egyszerű szoba. Tehát, hanem ezek lakosztályok, és a lakosztálynak, és különösen az ilyen elnöki lakosztályok, most nevezzük így, mindig van egy fogadótere, előtere. A hálószobában nyilvánvalóan nem tartózkodik a biztonsági személyzetből senki sem. Nem néztek az ágy alá? Hát előtte igen, de közben azért azt gondolod el, hogy ide kucorodhatnék maga mellé. Tehát nincs olyan, hogy a Merkel még nem alszik, és valami horkolás hal az ágy alól. A szekrényből, a szekrényből. És egy német titkos ügynök ott horkol a szekrény, mert rettenetesen. Vagy valaki lehúzza róla takarolt egy Schuldigung, Frau Merkel. Kicsit üves van az ágy alatt. Tehát ott vannak vele, és igazán tehát biztosítják nyilván a helyszínt. Egyébként egy ott alvásos történet nem ez, ami a bonyolultságot hozza. Tehát nem az, hogy valaki álljon az ajtó előtt, vagy valakik álljanak az ajtó előtt, hanem egyáltalán magának a lakosztálynak a kiválasztása, annak az átnézése, annak a mindenfajta poloskátlanítása, akkor nyilvánvalóan megoldani azt, hogy tehát például orosz elnök Putyin, ő minden, tehát a párnától a takaróig mindent hoz magával. Tehát tényleg? Ez érdekes. Tehát semmit nem bíznak a véletlen, a saját ágyneműt hoznak az orosz elnök. Még ágyat is. Komolyan? Azt a mindent is gondolná az ember. Igen, tehát azért mondom, hogy ennek az előkészítése nagyon nem mindegy. Az sem, hogy hány éjszakát tölt itt, az sem, hogy mikor érkezik, meg hogyan történik a mozgatása. Tehát ez, ami ma a városban lesz, ez egy egyszerűbbnek. Tehát, hogy mondjam, semmi sem egyszerű, és nyilván az örök sem alszik, de ez egy egyszerűbb történet, mert jön és megy. Amikor egy védekező ide jön, és itt alszik, az hosszabb azért, és bonyolultabb. A Putyin keményebb dió, nem? Tehát ott az oroszok, gondolom, velük való együttműködéssel lehet túl könnyű, meg ha tényleg ők az utolsó ágyneműt is elhozzák, hát azért az nagyon kemény lehet. Nyilván hát más-más a terror veszélyeztetettsége egy-egy vezetőnek. Nyilván Merkelt a tavalyi évben, ha jól tudom, tehát ugye az egyik legbefolyásosabb politikus asszonynak választották. Igen, a Time magazin, igen. Igen, tehát nyilván az is új helyzetet jelentett, hogy most évelején Németországban is lekapcsoltak egy terrorista sejtet. Én azt gondolom, hogy azért ez a védettségében, a biztonsági személyzet odafigyelésében, így a mindennapokban magasabb, felfokozottabb helyzetet jelent. Magyar oldalról egyébként ez nagyon érdekes, és ez 20 éve így működik. Mindenkit úgy vesz a magyar terror elhárítás, illetve a biztonságért felelős rendőri szervek, hogy a legjobb szolgáltatást, most idézőjelben a szolgáltatást kell kapnia, tehát mindenkit úgy vesznek, hogy a legjobb és a legveszélyeztetettebb embernek járó biztosítást kapja. Úgyhogy Merkel egyébként szerintem, tehát ez a szakmai véleményem, ugyanolyan biztosítást kap, mint hogyha itt lenne például az Egyesült Államok ellen. Ilyenkor hoznak egymásnak ajándékot? Tehát van egy ilyen protokolláris dolog, hogy adnak, azt átnézitek, át kell nézni, mint tudom én, a Merkel beugrik-e még gyorsan itt a duty free-be, vagy táblatóbberon ér hozzá. Hoz egy kis csokoládét, igen. Hogy ez az egy kis csokoládét és egy kis akácmézet, vagy nem tudom, azt megnézitek, vagy van-e, hogy ő csak előkap valamit a szatyrából, vagy például, ha a magyar miniszterelnök ad valamit, akkor a Merkel biztonsági emberei átnézik, mielőtt a Merkel átveszi, vagy ennyire azért nem szigorú a dolog? Nem nagyon szokott meglepetés lenni. Aha. Tehát pontosan tudják azt, hogy a másik fél mit szeretne. Most gondold el, hogyha Angela Merkel mondjuk allergiás a mézre, most mondok valamit, és Orbán Viktor átnyúz neki egy nagy... Sosem mossal le magára, hogy megoldja. Igen, hogy ez direkt csinálta. Most ha megnézzük, például pont így járt, hogy mindenki tudja, a biztonságiak is, illetve a protokollért felelős emberek, hogy Merkel fél a kutyától. Jaj, ez a Putyin sztori, ez nagyon kemény. Igen, tehát amikor a Putyinnál a Putyin kutyája beszaladt a fogadásra. Hogy nem, persze, nyilván véletlenül. Szegény kancellár asszony úgy lefagyott, mint a nem tudom micsoda, tehát nyilván... De a Putyin is nagy rohadék, ez nem volt más, mint egy erődemonstráció, hogy elment, ugye találkoztak a Merkelről, tényleg mindenki tudja, fél a kutyáktól, és hogy nem, pont a Putyin kutyája 3 méteres fekete dög így betévedt a megbeszélésre, tudod, nyilván ott volt a kutya, csak úgy... Örüljön, hogy nem medve volt. Vagy oroszlán, vagy mi az nem volt egy szép dolog a Putyinéktől egyébként. Nyilván teljesen tudatos volt. Nyilvánvalóan nem volt szép dolog, tehát ezért mondom azt, hogy nem nagyon szokás itt a meglepetés, tehát amikor ilyen ajándékozás van, akkor megkérdezik, hogy mit szeret a másik fél, mert mi hoznánk valamit, és erre gondoltunk, és akkor ez végigmegy a rendszeren, és akkor mindenki természetesen nagyon meglepődik, hogy jaj, de örülök neki, hogy ezt most megkaptam, de egyébként pontosan tudta mindenki, hogy mit kap és mit ad. Mondjuk udvariasságból biztos, hogy elfogad minden. Tehát, hogyha ők például megkínálják majd egy marék szotyival, vagy valami. Ti hogy hívjátok egyébként, az utas, vagy a személy, vagy a nevén nevezitek vagy őket? Tehát amikor a csomag, vagy ugye a filmekben lát az ember egy csomó hülyeséget, nyilván amerikai filmekben, de hogy árulj el egy-két ilyen szakmai titkot, hogy vagy mindenkinek van külön neve, vagy mindenkinek Sajnos ezt nem mondhatom el, mert akkor meg kell, hogy jöjjelek benneteket. Jaj! Hát ilyet nem mondasz, hogy az áru úton van. Így van. De mit tudom, hogy a sas, vagy a mit tudom, nem, a veréb, vagy a madár. Nincs ilyen, tehát ez általában filmekben szokás. Így egyszerűen azt kell tudni, hogy a A kommunikációban van olyan információ, ami abban az időpillanatban, hogy mondjam, már nem is értékes, ahogy kimondott. Tehát, hogy befordultunk jobbra, és már be is fordultatok jobbra. Tehát itt mit tudom én, az, hogy itt számok vannak általában, tehát, hogy az egyessel befordultam. Tehát általában nem az a lényeg, hogy milyen állathoz hasonlítod, vagy mennyire ilyen költői képekkel dolgozol, hanem az a lényeg, hogy minél rövidebb és tömörebb legyen a kommunikáció. Tehát az, hogy egyes, vagy utas, vagy vezető, ilyesmi fordulhat csak elő. Nyilván ez a csoporttól függ, tehát ilyen egységes, és akkor előbb, amint mondtam, ezt poénnak szántam, tehát az, hogy egységesen, amikor belépsz a testőrséges, mindent megtanulsz, és akkor a német kancellárnak nem tudom milyen a fedőneve, tehát nincs ilyen. A csoportnak van egy ilyen szakmai slang, vagy egy szakmai anyag, amivel dolgoznak, és ezt mindenki ért, és egységes a kommunikáció. És ezt beszélik a lehető legrövidebben. És ilyenkor egyeztet a magyar, mit tudom én, a németekkel, hogy ha lőnek, akkor kilő vissza? Vagy akkor mindenki lő mindenkire? Ez bániájátok, ez az övöldözés. Nem, csak kérdezem. Hogy a protokoll szerint ilyenkor mondjuk jön a Putyin, jönnek nyilván orosz biztonsági emberek, biztonsági főnök jön vele, de hogy akkor kik tüzelnek, vagy mi a sorrend, vagy ki lő kire, ilyen egyeztetés van? Felkészülve ilyen vészhelyzetre? Remélhetőleg egymásra nem lőnek, tehát ki lő kire. Ez elég. Fegyveres szembe a tető! Hülye azok, mi vagyunk. Igen, a másik oldalon pedig az a tető, pedig szembe velünk fegyveres a tető! Szedjétek le! Nem, tehát ez úgy néz ki, hogy nyilván ez sokkal-sokkal hamarabb elkezdődik, ez az egyeztetés, tehát most ez a látogatás, és higgyétek el, hogy 2-3 hónappal korábban már a biztonságiak is leültek egymással egyeztetni. Az, ami meghatározza a munkájukat, az az, hogy mi a program, tehát hogy milyen szakmai dolgokat akarnak a politikusok végrehajtani, és ehhez alkalmazkodik a biztonság. A biztonság szempontjából van egy ilyen arány, de ezt most ne vegyétek ilyen 100%-osan pontosnak, mert nyilván ez változhat, mondjuk Izraelben, változhat Görögországban, tehát ugye ezt úgy szokták mondani a szakmában, hogy ez a 80-20, tehát hogy általában, tehát hogyha ide érkezik a német csapat, általában biztonsági munkának a 20%-áért felel, tehát ők vigyáznak a kancellárra, tehát az ő személyes dolgait, személyes cuccait például ők hozzák, viszik, és 80%, tehát a technek a munkája, tehát a teljes rendezvénybiztosítás, a szállítás, a rendezvényeknek, a különböző helyszíneknek az előkészítése, biztosítása, és akkor ezt most sorolhatnám. Tehát vannak ilyen peremszámok, úgymond, de ez lehet több, lehet kevesebb, tehát ez így mozog. És hát nyilvánvalóan, ahogy előbb mondtam, az elsődleges az a menekítés. Nyilván, hogyha például az Egyesült Államok elnökénél, meg amikor vigyáztunk rá, tehát például 94-ben, ezt kevesen tudják, hát ugye 21 éve volt, amikor az Európai Biztonsági Értekezlet itt volt Budapesten, akkor nem, hogy egy-egy útvonalat zárták le, nem tudom, mennyire emlékeztek, mert fiatalok vagytok. Kijött akkor? Figyelj! Bush volt akkor. Hogy fölhördültek? Beszédet mondott a Citadellánál, ez nem az? Vagy nem. Az később volt. Nem, amikor az Európai Biztonsági Értekezlet az 1994-ben volt, akkor egész Budapest le volt zárva, tehát akkor nem volt forgalom az utcákon, akkor itt volt az összes top vezető, tehát Bill Clintontól, tehát az Egyesült Államok elnökétől kezdve az orosz elnökön át. Tehát akkor fogadták el azt, hogy Ukrajna például ugye leszereli az atomfegyvereit, és biztosítja a nyugat-európai. Azért az nem, aztán az oroszok... Igen, azért egy csúcspontnak karrieredben egy ilyen találkozó, nem? Szóval azt gondolom, hogy azért a szakmailag mindenféleképpen egyfajta csúcspont. Hát az egy csúcspont volt, és igen, hát gondoljátok el, hogy akkor hány biztonsági szervezet dolgozott együtt, és pontosan ezért volt akkor szükséges, hogy egész Budapest tulajdonképpen le volt zárva, és ott volt olyan extrém dolog, tehát például én a csapatommal Bill Clinton alatt volt, tehát amikor ő a kongresszusi központban beszédet mondott, akkor alatta egy ilyen szerviz folyoson tőlem, most még 3-5-8-10 méterre, most már én nem emlékszem, ott voltunk talpig fegyverben, és a mi dolgunk az az volt, hogy ha bármilyen támadás éri őt, akkor mi vagyunk az ütköző csoport, ezt így hívják, aki a támadókkal felveszi a harcérintkezést, és a többiek, tehát a közvetlen személyzete, illetve a magyar testőrség menekíti. Erre gondoltam, hogy le van osztva, hogy ki az, aki felveszi a harcot, és ki az, aki közben menekít. Igen, erre vonatkozott a kérdés. Balázs, ez nyilván helyzet. Meg nyilván, tehát most Merkelre ez nem igaz. Nem, Európai persze. Uniós vezetőkre nem igaz, de mondjuk egy orosz elnökre, vagy az Egyesült Államok elnökére ez lehet igaz. És például az Egyesült Államok elnökének a konvojában van olyan autó, tehát ez nem kis, tehát ne személyautót képzeljétek el, hanem ilyen transporter, tehát egy ilyen egyterű nagyobb, amiben az ütköző csoport talpig harci díszbe, tehát nagy golyóálló mellényekbe, tehát nem öltönyes nyakkendő, tehát ne így képzeljétek el őket, ott ülnek benne, és hát nyilván ők nem szállnak ki, tehát ők amikor megérkeznek valahol, akkor megáll az autó, és ők ott végig benn vannak a légkondicionáló. Csak ha baj van, akkor ugranak. Ha baj van, akkor viszont minden. Nem tudják felnyitni a minibárt. Például, igen. Igen. Igaz, ez érdekes. Egy nagyon fontos kérdés, hogy Obama testőrsége ufókból áll. Azt a rohadt életben. Ezt meg kell kérdezem. Van egy ilyen videó az interneten, ezt nem videó, biztos, hogy tudod. Igen, megy egy videó, igen, nem tudom, hogy te láttad, de ezt egy UFO nauta. Jó, ebben most nem menjünk bele, ez egy nyilván, igen. Ez most egy komoly kérdés, érted? Egy ilyen komolytalan témához felillézés, ez egy komoly kérdés. Erre nem tudok válaszolni. Én megmentelek ettől, mit mondanál el? A zöld emberkékkel nem találkoztam annak idején, amikor biztosítottunk. Jól van, Péter, hát köszönjük szépen, érdekes dolgok ezek, csomó minden nem is tudunk valójában, hogy ez hogy zajlik. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Itt többen kérdezek egy nagyon jó kérdés, és ez lehet a záró akkordja beszélgetésnek, hogyha ennyire bonyolult a szállítás, meg 4 autó, meg külön útvonal. Mi nem ültetik föl Ferihegyen egy helikopterre, és teszik le, most bármilyen vezetőről van szó a parlament előtt, és sétál. Mert most írták ki a tendert. Fölszáll Ferihegyen, leszáll a parlament egy csokó, egy perc alatt benn van, nincs forgalmerzálás, fölrepül, felszáll, leszáll, ott van. Ez nem mindig van így, tehát például a városi környezetben, tehát például Budapesten nem biztos, hogy a légiút a biztonságosabb. Aha, hanem, tehát hogy maga az úton sokkal biztonságos. Hát vagy a vonat. Jobb. Mert hogy ugye Balázs felvetettem ugye egy nagyon jó gondolatot, hogy miért nem a legegyszerűbb, a legbiztonságos, amelyben senkire nem számít. Tehát ott felé egy-kettőnél ott felszállnának a vonatra, bemennének a nyugatiba. Hát erről már beszéltünk, hogy egy Fiat Multiplán utazik a Soroksáron, igen. Szerintem ezek jó ötletek, ezeket ki kell dolgozni. Mindenképpen. Szerintem adjátok át a területhárítási központnak, hát ha használják. Vegyél föl minket. Péter, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek, köszönjük szépen. Ciao, Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel beszélgettünk, köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Na. Viszont tényleg bizony. Dráma van. Iko, elszokott expondem. Nem erre gondoltam. Arra gondoltam, hogy Jani behozta reggel, hogy hamisítják a termékeinket. Hamisítják, illetve pontosabban működik egy webshop, és ott Morning Show-s bögréket, Morning Show-s pólókat, Morning Show-s sapkákat, Morning Show-s kitűzőket árulnak. Mindez egyébként eléggé borsos áron. Mennyi egy póló például? A legjobban az bánt, hogy nem hozzám folyik be a pénz. Ugye, hogy ugye? Mennyi a póló? 4300 forint egy póló. Jó minőségű? Vajon? Hát nem tudom. Hát, hát figyelj, a régi fotók vannak még, aha. És... hát gyerekek, ezek jogvédett dolgok. Ez nem úgy vagy, ezt fölrakod, rányomod, hogy Morning Show, és ezt árulod. Nincs Morning Show-s pólónk, csak mondom. Érted? Tehát nem hamisít az ember. De a logó, a név, a Morning Show, a brand, hát azért... Az minden jogvédett. Tehát ezeket nem lehet csak úgy feltenni egy pólóra. Hol vagyunk? Kínában? A póló, az elhiszed, hogy kínai a póló? Hát és lehet, hogy ott is csinálják benne. Egyébként. 5 forintért csináltatja az arc. Személyesen az ország 5 pontján szállítás, fizetés, e-mail, gyerekek. Személyesen 5 ponton tudod átvenni? Igen. És leosztották különböző Alföld, Kisalföld, Dunántúl. Hát de most csak engem bánt? Most titeket hát a te pénzed. De most ez titeket nem bánt, hogy most árulják tényleg. A bögrét, a sapkát és a pólót? Jogvédett termékeket árulnak? Rajta vagyunk mi? Rajta vagyunk rajta vagy te is. Na így most van. Már érdekel. Rajta vagy te is. Már az vagyunk. Neked is pénz, Jani, csak mondom. Igen? Hát persze, az arcod van ott. Jó, de mit tudsz csinálni? Most hát írunk, sok minden. De most írunk neki egy e-mailt, hogy kedves X, ha nem szünteted meg azonnal a logunk használatát, akkor kapsz. Megleszel büntetve. Lecsaprád Balázs. Mintha egy jogász fogalmazta volna ezt. Mintha ezt egy jogász írta. Hát se csönyíted a száraz pecsétedet. Jogsértés követel. Látsz céget? Látsz embert? Hova mész? Hova mész? Hello. Van telefonszám? Hívjuk föl. Hogyne volna. Na. Nézd, kapcsolat. Kapcsolat. Tessék, ki telefonál? Már hogy én fogom hívni, ki beszél? Beszéljek én? Persze. Ki legyek? Ki vagyok? legyél, mit tudom én, mondd azt, hogy Berecki Zoltán. De megismeri a hangodat. De nem kell bemutatni, már hát mondj el jó. Mit? De el tudom úgy változtatni, tessék, figyelj. Kovács Péter. Ez most így én vagyok? Ja persze, hogy én vagyok. Legyél. De most még egyszer, mert most zavarba jöttem. Jó napot kívánok, bögrétszer. Várj, ez nem jó így. Ez te vagy. De mi legyen a név? Jó napot kívánok, Morning Show-s bögrét szeretnék venni. De mondjál nevet, mert ez hitelesített saját magad. Mondjál idegen nevet, mondd azt, hogy Blasio Magnifico. Jó napot kívánok, risotto vagyok. Risotto? Nem, de az Otto nem jó. Az Otto nem jó. Hát az te vagy. Jó napot kívánok, Nagy Árpi vagyok. Az jó? Mondja sokszor, Kis Pista. Nagy Árpád. Nem pistázod le, Kis István vagyok. Kis István. Kis István. Jó napot kívánok, Kis István vagyok. Szeretnék venni Morning Show sapkát. Sapka? Igen. Hát az. Jó, szerintem meg vagyunk, hívjuk. Jó, megvan. Ne gyerekeket, nem úgy van, hogy csak így áruljuk ezeket. Hát hívjuk föl és buktassuk le, vagy beszéljünk vele. Na. Hogy kell kezelni ezt a telefont? Kicsit simléderes sapkát, így mondja. Mik ezek a gombok? Annyira le fog bukni az első pillanatban. Jó napot kívánok. Zenét vedd ki a zenét. El fogom röhögni. Mondd azt, hogy Makóról telefonálsz. Hűvi. Tényleg jó a Makó. Halló, Horváth László lesz Mikro. Halló. Horváth László lesz Mikro. Jó napot kívánok. Kis Pista vagyok. Hallgatom. Nyugodtan. Vissza kell. Nem bírom. Annyira béna! Makó. Mondd a Makót, basszus. Már mondtottuk a vonalat. Basszus. Várjál, fölvette. Kis István vagyok Makóról. Jó, most már nem fogom elnevetni. Nagy a tét. Aha. A kicsi a tét, a kedvem sötét. Hívom újra. Na. Jó. Ki az, aki nem röhög jel? Ne pistázz. Az én városom. Laci? Laci, gyere. Laci, te nem mered. De már. Kis István vagy. Lehetsz Kis Laci. Gyerekek, ez nem játék. Valakinek fel kell jönni. Én elröhögöm. Nem bírom meg se. Képtelen, folyik a könnyen. Megpróbál még egyszer? Jó, még egyszer. Jó. Mondd azt, hogy csak, bocsánat, az előbb eszembe jutott egy jó vicc. Eszembe jutott egy jó kis vicc. Majdnem elsütöttem, igen, de rájöttem, hogy ismerem. Na. Jaj, gyerekek. Ne Kis Pistázz, a Pista nem jó. Menjünk ki mindannyian, maradjon mert egyedül. Azért, azt mondom. Az a baj, hogy el fogja röhögni, hogyha itt vagyunk. Jó, menjetek ki. Jó, akkor hallgassátok a kinti rádiót, menjetek ki. Kis István Makóról. Ki? Na, hívjuk újra, Zsül. Becsukták az ajtót. Ne álljatok ide szembe, hát így nem. Ne várj. Az 0, 6, 30. Ja, nem mondom be. Na, megnézzük. Halló, jó napot kívánok, Kis István vagyok. Jó helyen járok? Bögrét szeretnék rendelni. Hallgatom, mit szeretne? Láttam itt a honlapon ilyen bögréket. Morning Show-s bögre, meg póló, sapka, ezekből szeretnék vásárolni többet. Lehet? Hát ott a interneten keresztül kell megrendelni. Interneten keresztül? De ez az ön oldala? Hadd kérdezem meg. Hát nem, én is a cégnél dolgozom. Többen dolgozunk a cégnél, hát mikróról van szó. Aha, és ezeket meg lehet rendelni, és akkor házhoz hozzák? Hát egyedibe gyártjuk rendelésre, egy nap alatt legyártjuk, és akár házhoz szállítjuk, ajánlom ott a kapcsolatnál a szállítás és fizetés. Értem. Milyen fotó van a srácokról? Milyen kicsibe látom, hogy ez melyik kép róluk, vagy milyen kép? Nem tudom, hogy milyen termék, nagyon sok termék van föl, hát nem ismerem őket. És ezeket dedikáltak a srácok által? Aláírtak? Már milyen, nem tudom, milyen képek ezek. A Morning Show-s bögre, hogy ezek aláírt póló-e, aláírt a sapka-e? Nem, egyik sem. És rajta van a logó is, a rendes Morning Show-s logó? Mert én olyat szeretnék a gyereknek. Hát ha van ott fönn a honlapon ilyen, akkor... Itt látok ilyet, igen. Itt van hát ilyen... Akkor be kell tenni kosárba. Berakom a kosárba. Uh-huh. És meg kell adni, hogy hány darab, utána meg kosárba meg kell adni, hogy szállítás hogy történjen, meg fizetés hogy történjen. Azt hadd kérdezem meg, hogy makóra szállítanak? Persze, minden. Makóra szállítanak, jó, mindenféleképpen. És ő mit csinál a cégnél, azt hadd kérdezem meg? Én a cég tulajdonosa vagyok, most én vagyok az ügyeletes vevőszolgálatban, vevőszolgálatos hölgyszabadságon. Uh-huh. És mióta árulják ezeket a sapkákat, pólókat, bögréket? Régóta? Hát mi ezzel a tevékenységgel foglalkozunk, hogy most ez a Morning Show ezt kitette föl, és hogy tette föl, ezt nem tudom. Lehet, hogy jogvédett, és ha bejön rendelés, akkor le kell vennünk, mert aha, időnként ellenőrizzük az, hogy mik kerülnek. Aha. Tudom, na, akkor elmondom, Sebestyén Balázs, hello, Morning Show, hello, itt a Jani meg a Feri is, hello, hello. Szóval igen, de örülök, hogy te vagy a cég tulajdonos. Figyelj, te tudod, hogy ezzel jogsértést követtek el? Hát jelezzétek és levesszük. Jelezzük és leveszitek? Persze. Ja, hogy csak akkor van jogsértés, ha mi ezt jelezzük? De hát te is tudtad eddig, hogy ez jogsértés. Hát az, aki föld, én nem tudom, mert én ezeket... Hát ezek jogvédett fotók, jogvédett logó, hát visszaéltek egy branddel, amivel egyébként semmi közöttök. Hát nem én élek vissza, hanem az, aki azt mondja, hogy az elő rendelkezik. Valaki miért? Azt állít... De cégtulajdonosként a te weboldaladra simán rá lehet tenni egy bármilyen logozott terméket? Hát a legegyértelműbbeket, azokat mi levesszük, uh-huh. Lehet tenni egy terméket, aláírja... Aha, tehát te az oldal tulajdonosa vagy? Én az oldal tulajdonosa, aláírja az, aki a galéria, ott van, hogy ki a galéria, hogy ezzel ő rendelkezik, ha ebben ő hazudik, és te ezt megkifogásod, akkor azonnal... Jó, élőadásban vagy, csak mondom, ez egy teszt volt egyébként, mert kíváncsiak voltunk rá, itt Jani kiszúrta korra reggel, hogy ki az, aki a mi logónkat, pólónkat, fotónkat egyébként meglehetősen szemtelenül, úgyis mondhatnám, hogy pofátlan módon, egyébként nyilván egyértelmű üzleti szándékkal értékesíti úgy, hogy ő ezt rányomja, és aztán eladja, ehhez se a birtokában nincsenek ezek a termékek, a jogok, semmi tulajdonképpen. Uh-huh. Tehát, hogy én értem, hogy ti akkor az oldal vagytok, igen, és itt ezen az oldalon keresztül bármit lehet értékesíteni. Persze. Tehát a felületet biztosítjátok? Mi a felületet biztosítjuk, és az, aki föltölti, az vállalja jogilag, hogy ezzel ő rendelkezik. De ebből nektek bevételektek származik, nem? Hát származhat bevételünk nekünk. Hát származik bevételetek, ha igen, az értékesítés után gondolom, nem? Hát ha volt belőle értékesítés, akkor származik belőle természetesen. És egyébként ez az oldalt, vagy ilyenkor nem kértek be nyilatkozatot, hogy ő valóban a tulajdonában van annak, amit ő egyébként, tehát bárki feltehet bármit, és árul, nem. A lényeg, hogy nektek ebből bevétel legyen? Nem. Hát ő nyilatkozik arról, hogy ez az ő tulajdonában van. És ti kaptatok egy nyilatkozatot, hogy ez az ember, aki ezt feltette, hát, egyébként igen. Nyilatkozott arról, hogy ez az ő tulajdonában van, mint a Morning Show logó, a védjegy. Hát az általános szállítási szerződési feltétel legben benne van, hogy mindenki csak olyat tölthet föl, amivel ő rendelkezik. Aha. Mert hát elviekben te csak a felületet adod ennek a dolognak, nem a tiéd az üzlet. Nyilván nem, hát vannak itt póló, bögrék, telefon, elektronikai kiegészítők, aha. Igen. Ez arcpirító egyébként, szóval, hogy azért ez azt gondolom, hogy ez a ti felelősségetek is lenne, tehát, hogy ennek utána nézzétek, bekérjétek, vagy ha bekértétek, és ő ezt odaadta ezt a nyilatkozatot, akkor itt viszont, hát az meg már egy másfajta ügy. De ha ezt meghamisította, hogy ez neki ez valóban a jogában van, mint védjegy, mint logó, hát ez nincs a tulajdonában. Tehát, hogy ez egy védett márka, egy védett brand, ezt nem lehet pólóra rátenni. Ez fura, hogy ti ezt egyébként meritek, vagy tudjátok árulni. Hát de én nem tudok minden, több ezer grafika van fönt, én nem tudok minden grafikát tételesen ellenőrizni. Tételesen nem, nyilván, de ha egy brandről van szó, egy ismert országos rádió brandjéről, akkor annak azért utána lehet nézni, vagy meg lehet kérdezni még a rádiót, hogy tudunk-e erről, nem? Én nem, elsősorban nem téged hibáztatlak, csak azt gondolom, hogy nektek ebből anyagi érdeketetek van ugyanúgy, amit a Jani mond, ebben igazad van. Van János, ebben egyébként gyártáskor mindig fokozott ellenőrzés van, tehát rendelnek is belőle, és nagyon gyakran visszautasítunk. Mert azt tudod egyébként, hogyha mondjuk itt több ezer termék van ezen az oldalon, ilyen alapon akár például tiltott önkényuralmi jelképekkel ellátott, hogy a pólókat, ajándéktárgyakat is. De miért mondtad azt, hogy egy nap alatt legyártjátok? Hát mert egy nap másnapra szállítunk. De ti gyártjátok ezeket a termékeket? Hát azt mondtad, hogy egy nap alatt legyártjátok. Én kérdeztem, hogy van-e póló, és azt mondtad, hogy egy nap alatt legyártjátok. Akkor ezeket ti gyártjátok? Igen, ezt mi gyártjuk. Ti gyártjátok a pólót, és rányomjátok, hogy Morning Show? Nem a pólót gyártjuk, hanem mi nyomtatjuk. De azt mondtad, hogy te csak a felületet biztosítod, hát akkor ez egy kicsit teljesen más. Hát azt mondtad, hogy egy nap alatt legyártjátok, akkor ti nyomjátok rá egy sima fehér kínai 200 forintos pólóra a logónkat? Hát olyan pólóra, amilyet választ valaki, hogyha ti rendeltek és nektek... De hát akkor ti követitek el a jogsértést? Hát, hogyha legyártjuk. Hát de azt mondtad, hogy egy nap alatt legyártjátok. Hát az azt, ami valami, amit valaki a honlapon megtervez, rengeteg iskola, jazzklub, zenekarnak a pólói vannak fönt, amik az ővéké, beágyazzák a saját oldalukra, teljesen jogszerűen használják ezeket a dolgokat, és mi szállítjuk az ő rajongóiknak a pólókat. Hát akkor ezt ti nem csak szállítjátok, itt nem arról van szó, hogy egy gyár rajtatok keresztül, ti mint szállító cég vagytok, egyfajta, nem tudom, kézbesítő cég, ti ezeket hát gyártjátok, tehát ti elkövetitek a jogsértést, nem? Tehát egy jogsértést követtek el, ha ti rányomjátok a logót, tehát egy levédett logót, én rányomom egy pólóra, és azt én eladom, és abból nekem üzleti érdekem van, és abból én keresek, akkor én az a jogsértést követtek el. Ha csinálok egy, nem tudom, X brandnek a pólóját, és azt én értékesítem, az jogsértés. Hát én most azért érted, hogy miről beszélek? Azt mondtad, hogy szállítjátok, aztán most kiderült, hogy ezt így gyártjátok is. Hát de senki nem titkolja, a honlapon fönt van, hogy mit csinálunk. Hát ez nem... Hát azért, mert eddig senki nem lépett föl ez ellen, nyilván. Hát de... Mi, amikor mielőtt gyártunk, előtte ellenőrizzük fokozottan annak a dolognak a jogvédettségét, és ha valaki olyan rendel, ami jogvédett, akkor lesz egy gyárt. Aha, ez a fokozott ellenőrzés, ez nem arról szól, bocsánat, hogy nektek be kell mutatni egy olyan hivatalos dokumentumot, ami azt igazolja, hogy az a bizonyos logó, amit ti felraktok egy pólóra, az annak az embernek a tulajdonát képezi? Tehát itt egy hivatalos iratot nektek látnitok kellett volna. Ha nem láttátok, akkor nem ellenőriztétek. Figyelj, ebből rohadt nagy balhét fog csinálni. Az egészen biztos. Tehát ebből nektek nagyon nagy balhétok lesz, mert erre ugrom. Tehát ez a mi munkánk, ezt mi tettük össze, ezt a brandet mi építettük föl, ha ezen valaki kereskedni akar, és ezen valaki és kereskedelmi célra használ egyébként egy jogvédett terméket, persze, hogy igazam van. És nem csak szállítjátok ezeket a pólókat, amit egy harmadik cég legyárt, hanem ti követitek el a jogsértést. Vagyis ti vagytok azok, akik egyébként jogvédett terméket hamisítanak, és erre minden cég, minden brand, minden márka egyébként ugrik. És ezt én sem fogom hagyni, és mi sem fogjuk hagyni. Hát de nem gyártjuk le, ha jelzett. Vagy gyártasz, vagy fizetsz jogdíjat utána egy megállapodás szerint, te rányomod, és van egy hasznod a póló, nem tudom, 100 forint az 1000 forinton. De ez egy szerződés és egy megállapodás kérdése. Amit csináltak, nem csak etikátlan, hanem egész egyszerűen törvénybe ütközik. Tehát több, mint etikátlan. Csendesen jegyzem meg, hogy nem csak a legyártás az, ami a jogszabályokba ütközik, hanem az is, hogy te ezt felraktad az oldalra. De én nem raktam hát föl. Az, aki a galéria tulajdonos. Hát nyithat valaki egy publikus galériát az oldalon. És ő rakta föl a terméket. De az oldal a felület, ami közé teszi. Az oldal a miénk. Hát, de ő rakta föl, ha ezt valaki megkifogásolja, akkor azonnal leveszem a jogvita rendelését. És ha bejöttek akkor pénz, akkor miért nem utaltátok át nekünk? Mert én nem tudom, hogy az a Morning Show, nem vagyok. De hát azt mondtad, hogy te nyomod rá? Tehát itt valami nem stimmel, mert 6 dolgot mondasz egyszerre. Hát de ő azt állítja, hogy az övé a logó, és ezért ő kap jutalékot. Aha. De én nem találok ilyen galériát, már ne haragudj. Hát ott van jobb oldalt, hogy ki a galéria tulajdonosa. És ha most holnap kérek tőletek 30 darab Nike pólót, akkor megcsináljátok? Nem. Miért nem? Ruhamárkát egyáltalán nem csinálunk. Ja, mert miért? Mi a különbség? Hát mert abból egyértelmű. Mert ez is brand, ez is jogvédett, az is jogvédett. Holnap kérek 3 Adidas pólót, 3 Puma pólót, nem csináljátok meg? Nem, mert brandet, tehát ruhabrandet egyáltalán nem gyártunk. Na jó, de ja, hogy ruhabrandet nem. Valószínűleg van még egy-két. Arról egyértelmű, hogy nem lehet az övé. Nem biztos, mert én azt gondolom, hogy azért van egy-két olyan ruhamárka, amiről még nem hallottál, vagy nem láttad a logóját, akkor hát ezek szerint tehát a közismerteket nem, a kevésbé ismerteket igen? Hát ha most valaki egy ausztráliai ruhamárkát összevadászta az internetről és legyártatja, és én azt nem ismerem, és ő azt állítja, olvasd el az ASF-ünket, ott van az oldal alján. Ha ő azt állítja, hogy ez az övé, nem tudok mindent ellenőrizni a világban. Igen, csak attól, hogy te kijelented, hogy nem válasz ezekért felelősséget, adod a felelősségnek a felelősséget. De mi a különbség a Nike, mint ruhamárka, és egy műsormárka? Mi a különbség? Nem értem. Jogvédettség szempontjából semmi. Hát akkor, és az egyiket csináljátok, a másikat nem? Akkor azért nem csinálod a Nike-t, mert az törvénybe ütközik. Tudod te is, hogy törvénybe ütközik. Tehát törvénybe ütközik a Morning Show is. Tehát jogsértést követsz el. Nem ennyire egyértelmű? Az egyik oldalról tudod, hogy jogsértést követsz el, a másik oldalról nem tudod? Légy szíves most. De nehogy már te még engem kioktassál. De ha végighallgatsz nyugodtan, akkor neked is egyértelműbb lesz, hogy az ASF szerint aki föltölt valamit az oldalra, az vállalja a felelősséget azért, hogy az a logó vagy brand, azzal ő rendelkezik és használhatja. Hogy tudjuk utolérni azt, aki ezt föltöltött? Azt honnan látom az ő nevét? Tehát rámegyek, én most benne vagyok az oldalban, rámegyek a Morning Show-s bögrére. Igen, nekem megvan az e-mail címe. De te gyártod ezeket. Hát én gyártom. Akkor ezeket. Elmondom, hogy mi a helyzet. Tudod, mi a helyzet? Az a helyzet, hogy neked, mint gyártónak, a minimum az egyébként kutya kötelességed megkérdezni, és engedélyt kérni, és tanúsítványt kérni, hogy ez egyrészt kinek a birtokában van, gyárthatod, nem gyárthatod. Tehát ez nem így van egyébként, hogy bármit legyárthatsz, amiről te is tudod egyébként, hogy egy brand, egy logó, egy márka. Ez nem így működik. Hát neked meg kell keresned a rádiót, kell kérned egy nyilatkozatot, el kell mondanod, hogy te ezt gyártanád, el kell mondanod, hogy neked ebből anyagi hasznod van. Nem? Nem ez az útja? Mondja, nem ez az elítélési módja? Olvasd el az ASS-et, abban benne van egyértelműen, hogy aki feltölti, az nyilatkozik arról, hogy ezzel ő rendelkezik, ezzel ő hazudott. Ha bárki ez ő nyilatkozatára azt mondja, hogy nem igaz, akkor én azonnal intézkedem. Leveszem a terméket a honlaptól, és jobbít a rendeléség nem lesz. Na jó. Jó, beszéljünk adás után mindenképpen. Jó? Jó. Oké, köszönjük, hogy beszéltünk. Ciao. Hello, ciao. Akkor is gyerekek, ezek okosan ki van találva egyébként ezzel a dologgal, hogy én csinálok egy kamu e-mail címet saját magamnak, és fölregítem. És utána bárki bármit fölreg, persze. Hát Isten, jaj, nem tudtam, ez sok sebből vérzik egyébként. Igen. Vérző, de okosan ki van találva. Milyen jót nevettünk az elején, azt most. Figyelj, egyébként a félreértés ne essék, szóval engem nem az az 5000 forint bánt, és itt írják néhányan, hogy jaj, most kiveszik a zsebünkből. Nem, ha mi nagyon meg akarnánk ezen gazdagodni, akkor egyébként lenne egy webshopunk, és már megcsináltuk volna, direkt nem csinálunk ebből webshopot egyébként, és nem is akarunk azon kereskedni, hogy tőlünk meg lehessen venni egy bögrét 2000 forintért, egyébként baromi jól keresnénk belőle, mert 100-szor több bögrét egyébként 600 forintból le tudnánk gyártani, nyomnánk rá egy Morning Show-s logót, és keresnénk bögréken 1000 forintot, és eladnánk belőle 50 vagy 100 ezeret, működtethetnénk webshopot, nyilván mi is átgondoltuk, mi azt gondoltuk, hogy nem ez az útja, módja annak, hogy mi mondjuk pénzt keressünk azon. De ha valaki felépít valamit, összerak valamit, mindegy, hogy az 500 forintot keres, vagy 1000 forintot keres, itt nem ez a lényeg. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Miért kell reszketnünk az utakon? Mikortól kell reszkednünk az utakon, és mi ez? A VÉDA rendszer, ami egyébként egy intelligens közlekedés ellenőrzési közlekedés figyelő hálózat. Te durvá hangzik. Ez a védának ez a rövidítés, vagy a VÉDA rövidítés, ez azt jelenti, hogy intelligens közlekedés védelem. Nem, a védának nyilván van egy rövidítése, nem tudom, de minden esetre Feri végünk van. Mert hogy... Neked, én rendesen vezetek évek óta, bekötött biztonsági öv, a szabályok betartása mindig index. Nekem ugye olyan autón van, amiben gyárilag van, nem úgy, mint a drága autókban, amiből... Unalmas vagy. Amiből ugye nem lehet, én abszolút az vagyok, így van, és ezt vállalom is, családapa vagyok, érted? Nem lehet játszani vele. Ennyi. Nincs sebesség túllépés. Hozd a pokrocot. Lányok, hallottátok, családapa, nem lehet játszani vele. Ennyi. Figyelj. Nem lehet játszani, nincs sebesség túllépés. Hozd a pokrocot, terítsük le, és verjük meg nagyon. Tehát hagyjuk ezt a stréber viselkedést. Na mindegy, akkor mondom neked, Jani. Figyelj. Hogy ti, akik egyébként tényleg szintén teljesen szimpatikusan közlekedtek és szabályosan. Szóval gyerekek, nézi az áravon átlépést, a tilosba kanyarodást, a buszsávot, a leállósávot, a piroson átkelést, a nem bekötött biztonsági övet és mindenféle közlekedési kihágás. Mit nem néz? Mindent. Belenéz az ánuszodba. Tényleg? A könyves dekoltásomon is végig száguld az a fénypászma. Csúnya világ lesz itt. Csúnya világ lesz itt. Na mindjárt megkérdezzük, mit tud ez a rendszer. Én arra vagyok kíváncsi egyébként, hogyha egy valaki megy a buszsába, vagy másik nem indexel, a harmadik záróvonalon átfordul, akkor kire megy rá a VÉDA? Mindenkit. Mindenkit feldolgoz a VÉDA? Ez egy fotóval négyet dolgoz. Igen? Na mindjárt megkérdezzük. Itt van velünk Jámbor István rendőralezredes, az ORFK közlekedés rendészeti osztályának vezetője. Erőt, egészséget! Jó napot kívánok! Eseménymentes szolgálatot. Hogy köszönnek egymásnak a lezredes úr? Eseménymentes szolgálatot, jól mondtuk, vagy van valamilyen? Hát nem, hát napszaknak megfelelően, jó reggelt kívánok, akkor mondjuk az állomány ugyanígy válaszol. De ez csak így lefelé, vagy hogyha mondjuk rangban azonossal találkozik, akkor kérlekalásan? Kérlekalásan. Bármi előfordulhat itt, de ez nem hivatalos. Na, hát elolvasva, hogy mennyi mindent tud ez az új rendszer, reszkessen az, aki nem közlekedik rendesen, szabálykövetően, ugye? A lezredes úr. Hát ne reszkessen. Ha tudja, hogy szabálytalankodik, akkor változtasson rajta. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ennél jobb tanácsot nem tudok adni. Mit tud az új rendszer? Mesélj nekünk a lezredes úr. Kápráztasson el bennünket, hogy mennyi mindent tud ez az új rendszer. Hát egyelőre sebességmérésre lesz alkalmas. Plusz még hát így mellékesen azért forgalomszámlálás, rendszámfelismerés és adott esetben képes arra, hogy a forgalmi torlódásról egy jelzést küldjön, amit majd a navigációs rendszerek föl tudnak használni, de néhány hónap múlva, úgy május-június tájékára ez a funkciója ki fog bővülni, tehát nem csak a gyorshajtás, mint jogsértés dokumentálására lesz alkalmas, hanem a tilos jelzésen áthaladás, a vasúti átjárón. De hogy lehet az, hogy, bocsánat, hogy szabába vágok, hogy ezt most nem tudja, hogy addigra fognak eljutni a 200. oldalig a használatosításban, vagy hogy ez miért van így, hogy miért nem rögtön tudja ezeket a dolgokat? 98. oldalon lesz. Ja, bocsánat, csak Felezredes úr, hát felületes alapoztam, szellemes volt. Azért, hogy minél hamarabb használatba vehessük, ezért eleve így lett meghirdetve, vagy ez volt az elvárás, hogy az első, úgymond a legalapvetőbb funkciójára már korábban legyen képes. A többi a szoftveres fejlesztés lesz, tehát maga az eszköz, a tárgy mi voltában az nem fog változni. Tudja például azt a rendszer, hogyha nekem ellopják az autómat, akkor fölismeri, hogy lopott autó van forgalomban, és gyorsan kiszűri. Hát igen, ennek az egész rendszernek egy eleme ez a változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pont, nem tudom, vissza tudják-e mondani. Komplex változtató helyzetű ellenőrzési pont? Hát valami. Valami elégséges. Igen. Nem mi dolgozunk vele, gondoltuk, nekünk ez elég. De van egy mozaik szava, KKEP, de minden esetre nem trafipax. Egyébként a rendőrségnek egyetlen egy trafipaxa sincsen. Tehát akkor ezt nem tudja, ezt a funkciót. De tudja ezt a funkciót akkor? Hát a trafipax egyébként ez egy gyártmány. Tehát, hogyha a sebességmérőre azt mondjuk, hogy trafipax, az nagyjából olyan, mint hogyha a személygépkocsira azt mondjuk, hogy Mercedes, vagy valami gyártmányt megjelölünk. Tehát, na, a lényeg, hogy hol tartottunk? Hogy azt kérdeztem, hogy tudja azt, hogy például, ha nekem ellopják az autómat, tehát, ő szól, hogy igen, lopott forgalmi rendszámú autóban forgalomban. Ezek az eszközök felismerik valamennyi előtte haladó jármű rendszámát, ezt a rendszámot elküldik egy háttérinformatikai rendszerbe. A rendszer leellenőrzi a körözési nyilvántartásba, leellenőrzi a jármű nyilvántartásba, és hogyha az a megállapítás, hogy körözik, vagy lejárt a műszakia, vagy nincs kötelező felelősségbiztosítás a járművön, akkor ezt az információt eljuttatja egy rendőrnek, és ehhez kapcsolódik az, hogy a rendőrök részére úgy közel 1000 darab ilyen kézi információs eszközt osztunk majd szét, és ezzel az információs eszközzel rá lehet csatlakozni valamelyik kamerára, hogy attól a kamerától jövő jelzéseket várja és fogadja a rendőr, és ennek a rendőrnek elküldi azt, hogy egy ilyen rendszámú, ilyen gyártmányú, ilyen színű jármű közeledik felé, amit például köröznek, vagy lejárt a műszakia. A kézi eszköz, ez a mobil, okostelefon, laptop, valami kis kézi. Aha, hát még nincs beszerezve, tehát még nincs meg, hát majd ezt még az információs eszköz értsd brosúra. Ja. Azzal kapcsolatban végeznek valamilyen kutatást, arra ezredes úr, hogy amikor a rendőrség nyilatkozik, és vannak ilyen nagy beruházások, és új trafipaxok kerülnek forgalomba, meg a VÉDA rendszer, akkor utána kimutathatóan egyébként kevesebb lesz a szabálysértés, vagy a gyorshajtás, vagy ugyanaz marad a közlekedési morál, mint a rendszer üzembe helyezése előtt? Hát eleve azért szerezzük be ezeket az eszközöket, hogy csökkenjen a jogsértések száma. Nyilvánvalóan ezen eszközök beszerzését és alkalmazását követően nőni fog a feltárt jogsértések száma, hiszen most kicsit leegyszerűsítve kétszeresére fog nőni annak a valószínűsége, hogy valakit gyorshajtáson tetten érünk. De összességében abban bízunk, hogy ezen eszközök tudatának hatására, tehát hogy tudjuk, hogy több lett az eszköz, azért jobban odafigyelnek a közlekedők, tehát figyelik a jelzéseket, hogy milyen sebességkorlátozás van kitéve, illetve ha tudják, hogy mekkora megengedett legnagyobb sebesség, akkor tartózkodnak annak túllépésétől. Hát igen, ez kettős a dolog. A rendőrség abban bízik, hogy kevesebb szabálysértés lesz, a központi költségvetés pedig abban bízik, hogy több összeg folyik be. Tehát nyilván azért nem véletlenek ezek a beruházások azon részről is, hogy nyilván azért ugye hát ebből van bevétele az államnak, de hát nem kell szabálytalanul menni, tehát ez jogos, ebben igaza van az alapvetés. Annyit azért hadd mondjak el, persze nem mindenki ért egyet, de egy biztos, hogy 2008-ban kezdtük el az objektív felelősség elvét alkalmazni, és ettől kezdve a felére csökkent, 5 év alatt a felére csökkent a meghaltak száma. Tehát most évente 600-an halnak meg, azt megelőzően 1200-an, és egyébként 1990-ben volt a csúcs, akkor meg több mint 2400-an haltak meg az útjainkon. Most azon a szinten állunk, mint az 50-es években a meghaltak számában. Na hát ez a kérdés, ez igen, az előző kérdésem nagyjából erre vonatkozott, hogy látható-e valamiféle moráljavulás, köszönhetően hát, többek között ezen új rendszereknek, meg annak, hogy az ember fél, hogy elkapják, meg talán elkezd gondolkodni. Később. Tehát persze, uniós célkitűzés is, hogy 2020-ra 11-hez képest a felére csökkenjen a halálos balesetek száma. Nyilvánvalóan Magyarországnak is teljesítenie kell ezt, hiszen minden uniós tagállam részére ezt a célt tűzte ki az Unió, és úgy gondoljuk, hogy valamit tenni kell. Tehát most jelenleg 80 darab sebességmérőt alkalmazunk, Ausztriában 1437-et. Kicsit több. Több egy kicsit. Igen. Több mint a 10-szeresen, nagyon komoly. Tehát úgy látjuk, hogy nőni fog a kockázat, de most nem riogatni akarok, csak tényszerűen akarom elmondani, hogy nyáron még közel 130 helyre fogunk kitelepíteni fixen kiépített ilyen komplex közlekedési ellenőrzési pontokat. Ez 365 forgalmi sávot fog ellenőrizni. Tehát ez megint fog eredményezni egy olyan ugrást, aminek más jelentőséget nem tanúsítunk, csak nő annak valószínűsége, hogyha valaki jogsértést követ el, akkor annak lesz valami következménye, és mi azt várjuk, hogy ettől a fenyegetettségtől máshogy közlekedjenek. Nem bírságot várunk ettől. Arra számítanak, hogy nagyon komoly olyan fajta ellenállás lesz, hogy például azt mondjuk, hogy ez a rendszer ugye tudja azt nézni, hogy bekapcsolta-e a sofőr a biztonsági jövet. Hogy nagyon sokan fogják majd azt mondani, de hogy fekete póló volt rajtam, nem látszott. Vagy hogy nem indexelt az ember, amikor bekanyarodott, ezt is fogja nézni. Azt fogja mondani az ember, hogy a két indexvillanás között fényképezett le ez a gép. Ezekre számítanak, lehet erre készülni? Hát irányjelzést nem fog ellenőrizni, a biztonságőr használatát igen. Nagykő esetlen szívén? Csak kifújtam. Én mindig irányjelzek. Ha kifújtam a levegőt, most először a beszélgetés alatt. Akkor átadok egy Bianco helyszíni bírságot, és akkor majd töltse ki akkor, jó, amikor... Én az indexet néha hát istenlással elkem bevallom férfiasan, néha elhagyom. Azért vannak hibáim, az egyik, hogy nem mindig indexelek. Túl drága hát autója van, és nem fért bele a széria felszereltségbe. Én is egyébként azt látom, hogy a járművek hibája, nem a járművezető hibája. Tehát hol jó, hol nem jó az irányelv. Akkor úgy a fáját, igen, hát, hogy van ez. Ugye, látta volna a lezredes úr, mint egy éjszakás kaland után egy negatív terhességi teszt. Hámi az vált ki egy ilyen sok. Annyira megkönnyebbültem. Igen, figyelünk. No, tehát a biztonság esetén nyilván akkor fogunk szankciót alkalmazni, hogyha mi a felvétel alapján kétséget kizáróan meggyőződünk arról, hogy nem használta a járművezető a biztonságövet. Tehát ha nem egyértelmű, akkor nem szabhat ki bírságot. Egyébként hát ezt az eszköz fogja automatikusan megállapítani, tehát nem a rendőr mondja azt, hogy jobb, a felvételen nem látszik. De nyilvánvalóan a felvételt egy ember majd meg fogja tekinteni, és hogyha ő maga is úgy ítéli meg, hogy a felvétel alapján valóban nem használta az övet, akkor lesz ebből bírság. És ha ennyi mindent tud ez a rendszer, azt nem lehetne beállítani, hogy nézze azokat az elmebetegeket is, akik nem tudják a városba kikapcsolni a rohadmányos ködlámpájukat, és megyek mögötte, és megvakulok, és nincs rendőr, aki kiszedje őket, és nagyon megbüntesse, hogy egy életre megtanulják, hogyha nincs köd, ne nyomd meg az összes gombot a műszerfalon, mert nem azért van, csak akkor használt, ha van köd. Ezt nem tudja a rendszer esetleg? Fölírom a javaslatát. Köszönöm. Nagyon de most alezredes úr, ön nem idegesíti, amikor megy egyébként, és kiég a szeme, és megy egy nem tudom, egy kis autó, nagy autó ködlámpával, és sehol és semmi köd. Ha törvényi szabályozás lesz, akkor ez legyen a Sebestyén passzus. Jó. Hát ugye Kressz ezzel kapcsolatban azért tartalmaz szabályozás, de valóban zavaró, és egyébként aki használja, tehát az ő számára is veszélyt jelent, hiszen például a féklámpát sokkal nehezebb észlelni ilyenkor. Igen. Hát az a baj, hogy nem egyértelmű, vagy hogy mondjam, tehát nem fekete-fehér szabály van a ködlámpa használatára, tehát amikor... Tehát ezt nehéz megítélni mondjuk egy fénykép alapján, hogy most ténylegesen fönnálltak a feltételei vagy sem. Nem tudom, mit mondjak. Tehát biztos, hogy nagyon sok más szabályszegés is van, ami veszélyes és zavarja is a közlekedőket. Ugye itt is problémát okoz, hogy ha egyetlen egy eszközt mindenre alkalmassá akarunk tenni, akkor most mekkora lesz ez? Tehát azért tudunk olyan nemzetközi megoldásról, hogy azt, amit ettől az eszköztől várunk, azt a sok funkciót, hogy milyen jogsértéseket legyen képes automatikusan felismerni és dokumentálni, azt más ország fejlesztői egy utánfutón tudták elhelyezni, mert akkora. Igen, ja, saját fejlesztésű a műszer? Ez teljesen magyar. A lezredes úr is tudta. Fejlesztette? Nincs. Ő csak segít, ott volt. Igen. Mi csak ellenőrizzük, hogy tudja-e azt, amit elvárunk tőle. Nyilvánvalóan közreműködtünk az egyeztetésekben, hogy egyértelmű legyen a gyártó számára, hogy mit is kell lefejleszteni, mit kell tudnia. Bocsánat, egy nagyon fontos kérdés még a lezredes úr a végére, amit a Feri nem meri megkérdezni, elém csúsztatott egy papírt, hogy a régi lézer blokkolója, ami ezek az autóban... Ezek tudja, hogy hívnak. Tehát a Jámbor név azért elég sok mindent sejtett. Igen, nem a Feri csak nem fél, hogy kérdezem meg, hogy az a lézer blokkoló, ami az ő autójában... Az nem régi, az egy új lézer beméri ezt a VÉDA rendszert, vagy már kiszűri azt, hogy itt most blokkolóval figyelnek engem, nem mutatom meg, hol vagyok. Ezt akartad kérdezni. Nyilván nem a Rákóczi úré az a blokkoló, és ő nem használja, mert ugye az jogsértő. Gyakorlatilag persze. Azt tudjuk mondani, hogy erre így nem vizsgáltuk, de hogy mondjam, ennek a blokkolónak az a lényege, hogy bizonyos frekvenciájú lézersugarat érzékeljen, és úgy ítélje meg, hogy ezt a frekvenciájú elektromágneses hullámot egy sebességmérő bocsátotta ki, és erre küldjön egy választ. Tehát gyakorlatilag, hogy most is azt tudom mondani, hogy elképzelhető, hogy vannak olyan eszközök, amik alkalmasak a zavarásra, vannak olyanok, amik nem, de nyilvánvaló időkérdése, hogy bizonyos gyártó akkor lefejleszte. Hát volt két jó javaslatom a lezredes úr, ködlámpa, lézerblokkoló. Hát azért hozzátettünk ehhez. Hát közelebb kerültük egymáshoz, akkor meg is kérdezem. A lezredes úr, és mi a további program? Egy kis eszközkarbantartás, halaki foglalkozás, vagy egy jó erős fekete? Hát, nem kell válaszolni a lezredes úr, mindig ezt csinálja. Ő könnyen beszél, nem vezet. Egyeztetni, hogy a lezredes. Igen, mert Szlovéniában tehergépkocsi korlátozást vezettek be, és Magyarország területéről nem léphetnek be Szlovénia irányába. Hát sűrű ez a hó miatt van? Ott hó várható, és már eleve emiatt korlátozást vezettek be. És hát ugye, ha Magyarország területéről nem léphetnek ki nyerges vontatók, pótkocsis szerelvények, akkor Magyarországon megállítjuk és parkolókba elhelyezzük ezeket a járműveket. Hát ehhez is, meg minden más, az jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen. Nagyon köszönjük. Beszélünk még, ha van fejlemény. Jó, köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim! Főleket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Szúlyó Macit hívjuk, mert hogy Ausztráliában ugye hát március 17-én már rajtol a szezon, és hát gyerekek túl vannak az első teszteken, és ezeken a teszteken már azért valamennyire fel lehet mérni az erőviszonyokat. Azt olvastam például, hogy a Mercit meglepte a Mercedes, vagy a Ferrari gyorsasága. Mondd ki még egy. Ferrari a Ferrari. Ez az. Ennyi. Úgyhogy... Múltkor hallottam egy nagyszerű csatornán, hogy Jerezben, így... Jerezben. Jó, tudom, de én így hallottam, én azóta csak így vagyok hajlandó mondani, és sportcsatán Jerezben kezdődtek a tesztek, és a piros nyilak így mennek. De jó. Hát ez azért olyan nagyon sokat nem jelent. Meg itt kérdés, hogy ki az, aki spórol, ki az, aki nem mutatja meg az igazi erejét. A merci fölény azon most is adott, azért azt mondja mindenki, hogy kétségbejtően jók a mercik. De hogy mégiscsak azért, igen, a Mercedes lepődött meg többek között a Ferrari tempóján. Bizonyám, csodálatos kedvenc pilóták. A tempó alatt mit értenek, hogy egyetlen elindultak az autók? Nem, mert eddig is, tehát azt szoktak azért, így a rajtnál be tudják még kurblizni őket, azzal nincs baj, de hogy olyat mutattak ezek a srácok, érted, hogy mindenki oda van. Most a kaffettel lesz a megváltó? Nem tudom, hát most a hűvös Finn is egészen komolyan, pont a tegnapi edzésen ő nagyon komolyan oda csapkodott mindenkinek, azt mondta, hogy arccal kiszállt az autóból, de mindenkinek, és elment inni egy vodkát. Én nagyon meglepődnék azért, ha Ferrari nagyon durran feltámadna, tehát ilyen mélyről azért így szerintem egy szezon vagy egy szünet alatt azért nem lehet csak úgy feltámadni. Tehát a Fetteltől pont azt olvastam, hogy talán egy futam győzelmet jósol magának, ő már annak örülne. Na most azért ezek nem annyira optimista előrejelzések, tehát én nem hiszem, hogy hirtelen most a Ferrari ennyi év szünet, meg elmaradás után egyszer csak most az érre ugrik. De meghallgatjuk mindjárt, hogy mi a helyzet ezeken a teszteken, hiszen itt van velünk Szúlyos Zoli. Zoli, jó reggelt kívánunk! Hello! Oh! Istenem! Itt van is! Ledobol a bugyim! Zoli, jó reggel! Gyerekek, már megértem a fölkelni. Szevasztok! Hello! Hogy azért ehhez is értünk kicsit. Na, mit szólsz? Nem kicsit, szevasztok, köszönöm, jól esett. Óvodából éppen, iskolába, rég otthon, mi a reggeli 418-as programod általában? A klasszafemes reggeli bejelentkezés kicsit felborította a programot, a feleségem viszi most a gyerekeket az iskolába, én pedig itthon várom készenlétben, a rajtrácson már a hívásokat, hogy vártam. Na de ez jó, mert kicsit csönd van a lakásban, tudsz kenni egy vajas kiflit, felteszed a tejet, iszol egy kakaót, és azt érzed, hogy visszaköltöztél a saját életedbe kicsit, nem? Amikor az ember szülővé válik, akkor ezeknek a pillanatoknak elkezd nagyon örülni, és egyébként ettől nem vagyunk rosszabb szülők, hogy ezt megéljük, ezeket a pillanatokat, hogy jaj, de jól esik egy picit csöndben leüldögélni, és elolvasni, úgy nyugodtan egy kávé mellett vagy híreket. Hidd el, hogy én abszolút tudom, én véletlenül 10 percig egyedül maradok a lakásban, és kiabálok, mert annyira fura a csend. Srácok, kicsit 10 percig nem válaszol senki, akkor kezdek el megnyugodni, hogy valójában az történik, amire gondoltam, csend van. Ettől nem kell megijedni. Tehát ez gyerekes szülőként azért az ember ritkán éli meg valójában. Igen. Jól tud esni egyébként. Forma 1-es kommentátorként meg aztán még inkább, mert azért, ahogy öregszem, én is egyre jobban örülök egy-egy percnyi csendnek, ahogy Deák Bridges-i is énekli. Szóval, hát igen, azért megyünk előre az életben, és ezeket meg kell élni, meg értékelni kell. Srácok, hogy vagytok? Nagyon jó a Bee Gees, mondtam már ezzel. Na, ugye, figyelj, magasra a kezed, tekerd meg, föl a konyhaasztalra! Ugye, hogy jó? Dobd el nemzeti sportot, és a mamusz! Mi van rajtad? Köntösbe vagy? Nem, pizsamában még. Pizsamában, a köntös levettem az előtt. Kis pizsiben otthon ülsz. Mi van rajta? Mi a mintája a pizsinek? Főleg szépen keresztbe csíkos, fehér, bordó és kék. Nagyon. Elmondd már. És van egy kis mamuszod is, hogy ne fázon a kis lábacskád? Most papucsban vagyok, de nem húztam zoknit, lehet ezt még gyorsan fölrántom majd félkézzel a telefonálás közben. Egyébként, ha már a színeknél tartunk, senki nem mondja olyan szépen, hogy piros nyíl, mint Feri. Ugye? Ugye, hogy ugye? Hát de mit tudnak végre ezek a srácok, igen, ezek a gyönyörű autók? Egyébként mondom neked a megfejtést, ugye jelvénycsere volt az autó oldalán, eddig a Fiat csoport, és most az Alfa Romeo! Ne, hagyha, az ne, van rajta gyönyörű. Hát mit mér? Hát mert a profizmus az Rosszómenám, a keresztanyád, az volt a Rosszómen, amikor nevet adott ennek a dolog, Alfa Romeo, érted, az oldalára így néz ki, és láttad a festését? Az a fekete vonaloldalt, Zoli, gyere már velem! Vagány. Hogy tényleg, néz ki? Tényleg vagány, tényleg nagyon szép, bár azt mondom, hogy az idei autó közül nekem már megint a McLaren tetszik a legjobban. Tényleg szép autó. Igen, de valóban a Ferrari sem csúnya, és hála Istennek azért ezek a csúnya orrészek, ezek eltűntek, mert módosították annyiban a szabályokat, hogy ne legyenek ezek a lépcsős orró kiképzések ott az autók elején, és valóban esztétikailag is szebbek lettek. Szóval azért ezek az autókra már jó ránézni, és ha megnézzük a teljesítményüket, bár az első tesztből azért sok mindent, nagyon alapos következtetéseket nem lehet levonni, de azért ezek az autók gyorsultak nagyjából 3 másodpercet tavalyhoz képest, a tavaly ilyenkori állapothoz képest. Tavaly a McLarennel Kevin Magnussen 1.23.3-at ment emlékeim szerint, talán valami ilyesmit, most 1.20.8-ra nyert Kimi Räikkönen, tehát szűk 3 másodpercet gyorsultak az autók tavalyhoz képest. Ez egyébként teljesen természetes, mert ugye tavaly volt a nagy szabályváltoztatás a Forma 1-ben, új motorok érkeztek, meg hibrid meghajtás, meg minden, és azért szofisztikálódnak annyit ezek a megoldások, hogy rengeteget fognak gyorsulni. És ugye azt is megfigyeltük, hogy az első tesztekhez képest is rengeteget változnak még az autók, meg gyorsulnak majd az első futamig Ausztráliáig a szezonnyitóig. De Merci a főesélyes továbbra is, nem? Azt olvastam. Továbbra is, igen. Ugye nagyon érdekes, mert valóban a leggyorsabb, kicsit megnéztem itt a köridőket, a leggyorsabb 5 autó közül 4 a Ferrari erőforrást használt a jerezi teszten. Ugye Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, azt hiszem 4 napból 3-an valamelyik Ferrari volt a leggyorsabb, és nyilvánvalóan elkezdtek bizakodni a Ferrarisok, és erre egyébként minden okuk megvan, de azért kezeljük ezt fenntartásokkal, mert hogyha egy picit belemélyedünk abba, hogy hogyan teszteltek Jerezben az autókat. Tudni kell, hogy az első teszt az soha nem az idő eredményről szól. Rendszereket kell kipróbálni, fejleszgetni, megnézni, hogy fogyott az autó, minden más. Tehát össze-vissza mennek a beállításokkal, ráadásul adott esetben aerodinamikai mérőeszközök vannak az autókon, amik hát finoman szólva nem a jó irányba viszik el az autónak az aerodinamikai viselkedését. Szóval, hogy mentek, hogy teszteltek. A Ferrari, és ez egy érdekes adat, soha nem ment 10 körösnél hosszabb etapot, vagy tán csak egyszer-kétszer. Míg a Mercedes 30-40 kör alatt nem hagyta abba a körözést. Ha egyszer kiment Rosberg vagy Hamilton, akkor 30-40 körön keresztül ott volt a pályán. Ugye mi következik ebből? több üzemanyagot kell tankolni az autóba, az tehát nehezebb, így aztán vélhetően lassabb. De azért az egy üzenet volt a többiek számára, hogy a Mercedes kiment az első napon, tehát az első teszt első napján, és csinálték 157 körös etapot. Az dermesztő azért, miközben a te saját autóddal mész 4 kört, és aztán vissza kell állni, azért az ijesztő. Tehát az 157 ijesztő. Körön keresztül mentek, tulajdonképpen technikai hiba nélkül, azért itt felszaladtak a szemöldökök, hogy úristen, a Mercedes megint borzalmasan megbízható. Mondom az összesített teljesítményt egyébként, Rosberg és Hamilton a 4 nap alatt 516 kört ment, a többiek, az őket követő csapat is megállt 400 kör alatt. Tehát ennyivel többet tudott gurulni a Mercedes. Mert nagy a baj, tudod? Kell próbálkozni. Nagy a baj. Mit tudunk még javítani, gyerekek? Menjetek már még egy kört, hogy akkor most pályán marad-e az szóval autó. Akkor a Ferrari talált egy olyan szegmest, amiben ők voltak a legjobbak, de egészébe véve meg... Ezt a szegmest úgy hívják lejtő. Amikor lefeljön a pályán. Mindenkinek ugyanúgy lejt. Zoli, te mint egyébként a sportág nagy ismerője, szeretője, nem örülnél egy olyan szezonnak, ahol a Merci megy 520 kört, a Ferrari megy 519 kört. Olyan unalmas volt 4-5 éven keresztül nézni a Red Bull hegemóniáját. Most itt van a Merci, tök jó, de hogy effektíve nem lesz kérdés. Tehát annyira jól lenne tényleg, ha egyszer egy olyan futamnak, vagy olyan szezonnak mennénk neki, ahol még csak azt se tudnánk megmondani, hogy melyik csapat igazán esélyes, nem? Ez volt tavaly. Igazából ez volt tavaly, ha belegondolsz, mert ott ugye olyan gyökeres szabályváltoztatások voltak a Forma-1-ben, hogy senki nem lehetett tudni, hogy ki hogyan talál be. A Mercedes beletalált. Na de aztán két futam után eldőlt, hogy bőven a Mercedes a leggyorsabb. Nem? Nagyjából igen, és ez azért nagyon talán nem is fog megváltozni, valóban, ahogy mondtad a felvezetőben. A Forma 1-nek az alapmérnöki logikája egész egyszerűen nem mond más, csak azt, hogy egy ekkora ilyen mértékű dominancia nem tűnik el egyik évről a másikra, ha nincsenek gyökeres alapvető szabályváltoztatások, már pedig most 2014-ről 15-re nincsenek, illetve a másik oldalról egy olyan komoly mélyponton levő csapat, mint a Ferrari, sem támad föl egyik szezonról a másikra. Ezzel együtt egy erős Ferrari azt szerintem mindig is kellett, hát többször elmondtam, akár itt nálatok is, hogy egy jó Ferrari-ra szüksége van a Forma 1-nek magára, ez nem kérdés, illetve arra a kiegyenlített teljesítményre, amiről beszélsz Balázs, hogy legyen ott 6-7 pilóta, akinek esélye van a futamgyőzelemre, hiszen ne fette, tavaly mi volt? Azt a 3 versenyt, amit nem mercisek nyertek meg, mindössze 3-at, azt ugye Deménye Ricardo húzta be, és hogy tudtunk örülni annak is, hogy talált egy új sztárt a Forma 1. Mi van az én kicsi Alonsommal? Én annyira drukkolok neki, komolyan, ilyen tehetséges pali, ilyen hányatott sorssal, komolyan, hogy kihúz 6 évet a Ferrarinál, nem támad föl, átmegy most egy olyan csapatba, ami nem tud, azt se fog föltámadni. Én úgy drukkolok neki, hogy még összejön egy világbajnoki cím, annyira megérdemel, ezért klasszisokkal jobb, mint a legtöbb, tehát szerintem az egyik legnagyobb klasszis. Hogy van, tudott menni 3 kört azzal a nyomorúságos autóval, szegénykém? Ezzel nehéz ütközni, hát egyelőre szenvednek igen a Hondások, azért ugye most szállnak be ebbe a játékba, de figyelj, maradva a Ferrarinál. Mi van, hogyha a Ferrari mégis magára talál, mégis összeraknak egy autót, mégis bajnok esélyesek. De jó lenne. Megvan, nem csak szép lesz, hanem jó érted. Megy, mint az állat, érted? Na és akkor... Fernando Alonso üldögél a pályája fölött, és veri a fejét az asztalra, hogy nem hiszem el, hogy megint eljöttem. Hát azért a Hondának nyilván ugye új beszállóként mindig sokkal nehezebb a dolga egy csapatnak. Nagyon fontos egyébként azért itt a holt szezonban is mentek, vagy mennek a diplomáciai csatározások a Forma 1-ben, és a Hondát nem akarták engedni évközben fejleszteni, aztán nyertek egy nagyon fontos ilyen diplomáciai összecsapást, és ők is fejleszthetnek szezon közben. Borzasztó bonyolult a képlet annak, hogy a 32 darab zsetont, azt hogyan használhatják fel a csapatok fejlesztésre évközben, de a lényeg, hogy most már ők is folyamatosan dolgozhatnak az autón. Figyelj, hát a nagy kérdőjel a McLaren Honda. Egyrészt ízlegessük ezt a szó összetétet, McLaren Honda, hogy fölrémlik az 1988-as, 92-es időszak a Forma 1-nek szennapra azt, amikor tényleg rommá verték az egész világot, gyönyörű piros-fehér. Piros-fehér klasszikussá vált autóval, így, hogyne, persze, a Sennaki sárga sisakjában, fehér és piros színben, igen, Marlboro felirattal, ugye? Még talán az volt. 35 éves kor fölött szerintem mindenkiben megmozdít ilyen gyermeki élményeket ez az emlék. Nekem is még nagy kérdés, hogy miért nem lett piros-fehér. Hát nyilván tudjuk azért, mert más a szponzor, hogy miért nem lett piros-fehér a McLaren, de mondjuk el tudtam volna képzelni, hogy egy kicsit jobban köszönő viszonyban van azzal a McLaren. Ez a McLaren Honda óriási sikerek, most a japánok visszatértek, és akkor föl kell nekik építeni valamit gyakorlatilag a nulláról. Mondjuk az szerintem előny lehet számukra, hogy Jenson Button ugye egyrészt dolgozott már a japán mérnökökkel meg a Hondával, tehát ezt a fajta munkakultúrát már csak a felesége révén is ismeri. Azt mondtam, hogy Button megházasodott. Tényleg? Igen, jó döntésnek tűnik a kislány. Nekünk nem szólt. Jó döntésnek tűnik a lány. Nézegettük, igen, jó döntés. Nagyon tud. Jó döntés. Helyes kislány. Nemű modell egyébként, hogy az volt, és Jessica Michibatának hívták, most már Jessica Buttonként található meg minden hivatalos papíron. Na, szóval Button ismeri a japán munkakultúrát, dolgozott már a Hondával, és azért ez mindenképpen előny lehet akár számára. És ott van valóban az a Fernando Alonso, akinél jobb, nem csak pilóta, meg komplexebb versenyző, de jobb tesztpilóta sem nagyon van a formáiben. Nagy kérdés, hogy mit tudnak ebből kihozni. Borzalmasan nehéz évük lesz az első, azt arra azért föl kell készülni. De ha valaki alapjában véve jól kezeli ezeket a helyzeteket, azt és a vállára tudja venni a csapatot, az talán pont Fernando. Hát, ugyanakkor nem egy könnyű természet, szóval minden azt olvassa az ember, hogy azért így nem egy könnyű pali. Tehát, hogyha nem jönnek a sikerek előbb-utóbb, azért ott is lehet, hogy lesz egy kis frusztráció. De hát a nagy ágyúknak, meg a nagy sztároknak ez is egyik tulajdonsága, nem az igazi művészeknek, hogy néha kicsit kiszámíthatatlanul viselkednek furcsán. Egyébként meg valóban, amit csinált a Ferrarival, és amit kihozott abból az autóból, az szenzációs volt. Az elmúlt egy évben nem történt más, mint volt egy romharmaz Ferrari, de az Alonsoval mindig ott állt a dobogon. A pali mindig ott volt valahogy, nem? Tehát harmadik, második, negyedik, harmadik, pezsgő, locsolás, és valahogy mindig pontokat gyűjtött egy ilyen romharmaz. És hogyha tehetséges lenne, az a jó autóval még nyert is volna. Bizony. Miért nem volt jó autója, hát egy romharmaz volt. De most legalább szép lesz, majd mindenki mondja, hogy Istenem, hogy mutat azon a tréleren. És amikor kizúllat alatt a Ferrari, akkor a lakonikus nyugalommal kikászálódott, szerzett egy forralótot, és lefújta. Ő nagyon megérdemelné tényleg. Tehát ő legalább csak azért mondom, mert ő az egyetlen Forma 1-es pilóta, akinek a sisakja fölmenne a fejedre. Bajba lennék. Ütni kéne az felülről, igen. Na, igen. És akkor most hol lesz a Forma 1? Most akkor átmegy az MTV Sport TV-re, vagy még maradtok az M1-en, vagy mi lesz? Mi a Dunán kezdünk. A Dunán kezdtek. Dunán kezdünk, igen, ugye március 13 az egy pénteki nap, és a szokásainknak megszerűen adjuk már a második szabad edzést is felvételről, méghozzá a Dunán majd este, aztán pedig 14-én szombaton reggel időmérő, vasárnap 15-én pedig futam, de mondom még egyszer, már a Dunán egészen július, tehát 7-től 5-ig, mert aznap indul a sportcsatorna, és akkor átkerül arra természetesen. És most a Duna lesz majd a fő csatorna, ugye azt olvastam, hogy az M1 lesz maga a hírműsor, tehát a hírtévének megfelelően megy, és akkor a Duna lesz a fő csatornája a közszolgálatának. Duna lesz a főcsatorna, de minket ez a sport szempontjából mondom csak fél éven át érint, mert aztán mi szépen átköltözünk az M4 sportra. Aha, és akkor nem is lehet nézni csak az M4-en a Forma 1-et? Igen, de hát ez egy országos terjesztésű... Ja, hogy ugyanúgy lesz az videó. Persze, ugyanúgy, mint az M1, tehát hogy benne lesz a minden alapcsomag. Ott terjeszkedik tovább a Szúlyó Média Birodalom, a Szúlyó Holding. Szenden építgetjük. És mi lesz? Futball? Olimpia, gondolom, futball, Forma 1. Azok a tartalmak, amik az MTV képernyőin voltak, ezek természetesen felelhetők lesznek, vagy megtalálhatók lesznek ott. És igen, hát a következő nagy menet az egyrészt a 2015-ös vízes világbajnokság, ugye Kazányban rendezik, az már például sportcsatornás, jövő nyár második felében, és aztán 2016-ban meg van egy CRB, meg van egy olimpia Rióban. De hát ne szaladjunk annyira előre. Jaj, de jó lesz, megint lesz olimpia, megint lesznek egyórás monologizálásaid a laptop felett. Jó volt, hát de milyen ügyesen beszélt egy órát. Én az olimpiában azt szerettem, hogy 3 napig nem volt az Oli, érezték, hogy baj van, aztán megérkezett. És onnantól kezdve szegénykép szinte ugyanabban az ingben, bármikor odakapcsoltam, az Oli ott ült egy laptop felett, és nagyon mondtam, hogy Isten, legalább adjatok neki enni valamit. Hagyjon valamit, bármikor kapcsoltam, Zoli volt a tévében szegény. Technikai szültek, hogy Zoli! Volt sportértéke valóban fizikailag is, amikor reggel bezártak a stúdióba, és éjszaka kiengedtek onnan. Hát konkrétan azt látta, hogy beköltöztél. Tehát 3 napig, 4 napig nem voltál, rájöttek, hogy picit bajba, megérkeztél, és onnantól ez a 3 hétig egy ilyen infúziós állványt láttam néha melletted, ha a kamera rosszul svenkelt, azt is kicsit tágabbat adtak, akkor benn volt az állvány, amint kaptad a sósvizet. Egyébként az első pár nap az azért maradt ki, mert pont akkor volt a magyar nagydíj, és ahogy leintették a Forma 1-es magyar nagydíjat, mentünk a repülőtérre a Hungaroringről. Még jó fejek voltak a ringesek, mert megengedték, hogy lezuhanyozzak, ott valami hátsó garázs mögött, és akkor onnan mentünk ki a repülőtérre, és Szilágyi Áron olimpiai érmét például, aranyát, azt még a reptéren pont az olasz tévésekkel néztük, hogy egy olasz ellen vívott és nyert a döntőben, úgyhogy az még a repülőtéren volt meg, és akkor aztán éjszaka megérkeztünk Londonba. Igen, az elég színű volt. Nagyon jó, nagyon jó. Az olimpiai közvetítések defibrillátora volt az. Újra élesztetted azt a csatot. Jaj, már. Jó van, ha indul a futam, előtte beszélünk, jó Zoli? Vigyázz magadra. 15, igen, azt kell megígézni, hát nekünk elég könnyű lesz, mert hát be van kódolva ez az időpont, de valóban Ausztráliában indul. Ugye nagy kérdés, hogy például a német nagy díj lesz, mert most azért kicsit megy a... Azt hallottuk, hogy ez veszélybe kerül, mert ez magyar szempontból nem biztos, hogy baj, nem? Sőt. Finoman szólva, hát igen. Akkor előlünk kikerülne egy futam közvetlen előlünk, akkor azért az talán látszódna a jegyeladásokon is, meg a vendégek számában. Bár a Hungaroringen azért, hála Isten, nagyon szépen néznek ki a lelátók. Ellentétben például a Hockenheimben, ahol tök üresek voltak a Forma 1 alatt, és ezt elégelte meg Eccleston. Ráadásul a német dolgot az is bonyolítja, hogy ott elvileg a Nürburgring és a Hockenheimring felváltva rendezni a futamokat, de komoly bajban van jelentően mind a két cég. De azt el tudjátok képzelni, hogy egy Mercedes világbajnoki év után ott van Rosberg a Mercedesnél ráadásul, ott van egy Vettel, aki most átigazol a Ferrarihoz, és a német szurkolókban azért ez a kombináció valamit meg kell, hogy indítson. Hogy valaki néhány világbajnoki címmel a zsebében a szenvedő Ferrarihoz megérkezik, és aztán esetleg elkezdik. A régen úgy... szenvedő. Régebben szenvedő Ferrarihoz. Szóval azért nehéz lenne elképzelni, hogy a német majd mindezek ismeretében kimaradjon a versenynaptából. Hát de nem Börli bácsi zsebéből, nem pont a németek vették egy szabad szemmel eléggé látható összeget, és nem ez Börni bácsi bosszúja, hogy akkor azt mondja, hogy hát biztos, hogy lesz nálatok nagy díj, nem? Arra 100 millió euróra gondoltam. Arra kis röpke 100 millió euróra, amit igen, peren kívül így megegyezett hirtelen, hogy mégsem kerüljön börtönbe 90 évesen vesztegetés miatt. Igen. Nem lehet, hogy ez most jó, egy olyan húzás, hogy akkor igen, kicsit akkor most érezzétek, mi van, ha nincs futam, mert nem visszük oda a Forma 1-et, nem? Jó olyan kapizsgálsz, tehát valószínű van összefüggés a vesztegetési botrány is most a német nagy díj körüli balhé közül. Azt sem tartom elképzelhetetlennek egyébként, a német pályák valahogy összezártak, és akkor Eccleston próbálják meg kellemetlenebb helyzetbe hozni, de hát Eccleston azért szerintem őt ez élteti, hogy ezek a helyzetek éltetik az öreget, hogy most 84 éves, zseniálisan pókerezik, meg backgammonozik mind a mai napig, tehát ha ezek nem lennének, akkor ő nagyjából kiszállna. Meglátjuk, hogy mi lesz a... Hát láttam a lányokat, már kiházasították őket, hát megalapozott a jövőjük. Szóval, hogy ők is egy szabad szemmel nagyobb látható összeg felett rendelkeznek, és ugye a lányok úgy vásárolgatnak a Loire-menti kastélyokat, meg nem tudom, miket döbbenetes egyébként, tehát felfoghatatlan, hogy ott micsoda birodalom van egyébként. Ne kelljen nélkülözniük. Hát ne, hát meghúzzák magukat, igen. Néhányan vannak itt a stúdióban, akik szívesen kezdeményeznének egy örökbefogadást, ha esetleg egy fiúra is szüksége lenne. Mondd meg Börninek, én szólítom papának. Én bárminek. Ezen nem újjon. Zoli, csörgünk, vigyázz magadra, jó? Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy hívtatok. Szúlyos Zoli, köszönjük. Hello, hello. Köszönjük szépen. Ciao, ciao. Na, gyerekek, ott a lányok azért igen költekezhetnek egy kicsit. Na, hát azért ott van miből. És ráadásul jól is néznek ki? Igen. Odaérnél? Hopp-hopp. Hát azok anyaigének. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Éka, elszakadt expandem!